Hellóztok, köszöntök itt újra mindenkit, sziasztok, visszatértünk ismételten egy új streammel. Hát arra gondoltam, hogy mivel holnap fog kijönni a Deltarune Chapter 2, megnézhetnénk újra a Chapter 1-et, úgyhogy gondoltam, hogy addig is tolunk egy kis végjátszást. Nagyon rég volt, és szerintem az a sorrend, vagy hát annak kellett volna lenni a sorrendemnek, hogy először az 1-et játsszuk végig, vagy bocsánat, először végigjátsszuk a sima Undertale-t Pacifist Roomba, vagy pacifistába, ki hogy mondja, és utána nézzük még csak meg a Deltarune-t, hiszen, sőt, igazából talán a Genocide-ot is előtte ki kell játszani, mert mindegyik nagyon fontos ahhoz, hogy az ember értse, hogy pontosan mi is történik ebben a világban, amiben itt most belecsöppenünk. És, ja, ez nekem tökre más sorrendben volt, úgyhogy úgy gondoltam, hogy nézzük meg újra, illetve... Una momento, varázsolok nektek egy játékot, remélhetőleg mindjárt megjelenik a képem. Mert most valami tök más van. Ah, nice, szóval a window capture az előtte van valahogy. Na jó, oké, ez fura. Szóval igen, az az érdekes, hogy hamarosan jön a Chapter 2, és a Chapter 1 az egy tök rövid, mennyi 2-3 órás stream volt múltkor. Szóval egyébként ezt ma is meg szeretném csinálni, remélhetőleg a végére, csak most jobban odafigyelni a sztorinak a részleteire. Én rengeteg ilyen teória, vagy teori videót néztem mostanában, illetve ilyen timeline-okat, hogy pontosan miről is szól ez a játék, illetve miről is szól az egész Undertale univerzumnak a története, és hát sokkal összetettebb ez, mint ahogy gondoltam, illetve annyira talán nem lepődtem meg, mert ha emlékeztek, akkor azért az Undertale is hagyott, meg hát az Deltarune az aztán hatalmas kérdőjeleget hagyott a fejemben, úgyhogy, de nem is véletlenül, mert a válaszoknak a, vagy kérdéseknek a nagy része egyáltalán nincsen konkrétan megválaszolva a játékon belül, tehát egy Toby Fox ilyen titokzatos, kicsit ilyen FNAF-os feeling ez az egész, tudjátok, hogy ilyen teóriák, pletykák terjengnek mit tudom én mindenhonnan, de hogy a konkrét válaszokból nagyon-nagyon kevés van, ez kicsit frusztráló, de egyben zseniális. Mert hogyha belegondoltak, hogy igen, most látom, kérdeztétek, hogy ez az Undertale 2.0, hát végülis lehet úgy mondani, hiszen az Undertale után jött ki a Deltarune, ami egyébként egy anagramma, hogyha belegondoltak a Delta, vagy az Undertale-re, tehát hogy ugyanazok a betűkből állnak, csak meg van cserélve. Deltarune, Undertale. Szóval igen, elvileg egy folytatásnak lehetne mondani, hiszen utána jött ki, de ugyanakkor mégsem az. Sőt, mi több, hogyha jól tudom, akkor előbb volt meg a Deltarune-nak az ötlete, és bizonyos karakter, modellek, stb. Mint maga az, hogy elkészült volna egyáltalán az Undertale. Ezért van az, hogy az Undertale-ben ami végül jóval előbb jött ki, mint a Deltarune. Már vannak utalások a Deltarune-ba, ami csak azt hiszem utána 2 évre rájött ki. Szóval, hogy sokkal később. És már ott voltak utalások, és nem is kevés. És a Deltarune-nak emiatt még nem tudjuk megkapni teljes mértékben a sztoriát, csak egy ilyen minimális szint, amire mindjárt megpróbálok kitérni. Viszont ez majd valószínűleg a későbbi chapterekkel, a holnap megjelenő chapterrel fog előrébb haladni egy picivel. Aztán meg a következővel és a következővel, azt nem tudom, ezek a chapterek milyen gyorsan jönnek ide, remélhetőleg gyorsabban, mint mondjuk az... mondjuk ahogy a Unknown Worlds dolgozik, vagy esetleg a... nem jut eszembe mi a másiknek, ami nagyon-nagyon lassú... Long Dark, szóval az is borzasztó lassan érkezik. De hát ugye ez is egy olyan játék, ami indie game-nek készült, tehát hogy nagyrészt csak... sőt, talán teljes egészében csak Toby Fox dolgozott rajta. Úgyhogy érthető is az, hogy ezek nem azonnal kerülnek ki, illetve rendkívül összetett. Na most, amit még el akartam még mondani, még mielőtt belekezdnek, és megnyitok akkor egy új játékot, csak hogy elkezdjük a játékot. Csak ez még számomra egy ilyen érdekesség volt. Köszönöm szépen, Zoli, hogy kiváltottad a sapkát. Szóval, ami számomra még érdekesség volt, hogy... hogy Toby Fox pontosan tudta azt, amikor kiadta a Deltarune-t, ugye a Undertale sikerei után, hogy valószínűleg egyáltalán nem lesz olyan sikeres, vagy olyan sikeres játékot még egyszer nem fog tudni készíteni, mint az Undertale, egy Undertale 2.0-át, mert hogy az embereknek már olyan magasok lesznek az elvárásai, hát tényleg zseniális volt az a játék, rengeteg díjat nyert, stb. Tényleg világhírű. Úgyhogy furcsa is lehet volna, hogyha azt akarja újra produkálni, na akkor most még egyszer adjunk egy Undertale 2.0-et. Ezért egyáltalán nem is tervezte elvileg. Olyan szinten nem tervezte, hogy konkrétan ez a játék, mindjárt megnézzük, valami olyasmivel is indít, hogy
a döntési lehetőségeid vagy választásaid nem számítanak. Tehát meghagyja nekünk itt a döntési lehetőséget, ugyanúgy, mint az Undertale-ben, de nagyon drasztikus változások a játék végéig nem lesznek, és ez elvileg szándékos. Mert hogy az Undertale az pontja erre alapszik, hogy minden egyes döntés számít, minden egyes dologra emlékszik, és aztán teljesen különböző végeket is kaphatunk, ezt nagyon el akarta kerülni, és úgy volt vele szerintem, hogy ha már nem tudok olyan játékot készíteni még egyszer, már csak azért is, mert az elvárások rohadt nagyok, akkor nem is akarok még hasonlót sem, így alap szempontból, viszont olyan szempontból meg tökre hasonló, hogy mégiscsak a karakterek, amik ebben a játékban vannak, a jellemek, meg a történetek, azok nagyrészt egyeznek az Undertale-el is. Úgyhogy végül is jogos a kérdés egyébként, hogy ez egy ilyen sequel, vagy egy ilyen folytatása, vagy inkább egy ilyen előzménye az Undertale-nek, és szerintem erre nincs is teljesen konkrét válasz, de valószínűleg egyik sem. Valószínűleg inkább ez egy ilyen párhuzamos univerzum, amiben vagyunk, a Deltarune világába. Egy olyan univerzum, ahol nem tört ki háború, harc az emberek és a szörnyek között. És mindenki éli az életét egy másik idősíkon, inkább így mondom. Ez egyébként a neve is tök mennyire jó, hogy Undertale Deltarune, tényleg csak így meg vannak cserélgetve benne dolgok, de hogy egyébként ugyanaz a kettő név, viszont mintha egy párhuzamos univerzumban létezne. Nagyon szépen köszi közben, amit ha ismételten a csireket, hali-hali milyen hetem volt. Most egyébként streamekbe gazdag hetek. Streamekbe dúskáltunk, ahhoz képest, hogy az elmúlt időszakban milyen kevés volt. És köszi szépen Bagol a Prime-os subot. Az is nagyon rendes, nagyon szépen köszönöm. Zoli, ezt a sapkát most már leveszem, hogyha esetleg nem bánod meg. Csak hogy tudjunk akkor a játékra koncentrálni, és szerintem akkor kezdjük el egy ilyen viszonylag hosszú felvezetés után. De higgyétek, ez kelleni fog, és még alig-alig mondtam valamit. Kezdjünk egy új világot, nézzük hát. Meg a chatbotot bekapcsolom, mert ez valószínűleg kimaradt. Egyáltalán ezek a beszédek, ki szól ilyenkor hozzánk? Ott vagy? Kapcsolódva vagyunk? Na ennek is utána néztem, mi az Istenre gondolhat itt? Ki szól hozzánk? És látod, amikor kimondta azt, hogy kapcsolódva vagyunk, megjelent ez a kis szív. Az életünk. Ami egyébként a játékost szimbolizálja. Na most csak azért, mert úgy tűnik, hogy ezek a világok, az Undertale-nek is a világa is, meg a Deltarune-nak is a világa is, meg ki tudja még hány ilyen végtelen párhuzamos univerzum van, ezek tökre jól el vannak nélkülünk is. Ezek a játékos beleavatkozása nélkül létező világok, az emberek ismerkednek egymással, rengeteg minden történik, stb. De onnantól kezdve, hogy mi belépünk, a fő karakterrel, amit most Chris lesz, hogyha jól emlékszek, az előzőben meg Frisk volt, ez is mennyire hasonló név már. Megváltozik, és bizonyos szempontból hatunk rá. Kiválaszthatjuk itt, nézzetek meg, itt vannak különböző testek, fejek, mint teljes karakterkosztomizáció. Legalábbis az ember elhiszi, hogy ez valami karakterkosztomizáció. Elfogadjuk-e? Igen. Most már csak a személyiségét kell neki kitalálni. Csak én ugye már játszottam ezzel korábban, és úgy emlékszek, hogy ez itt tök fölöslegesen adjuk meg. Kedves. Vagy édes. Vértípus. B. Szemszín. Vagy nem tudom, ez lehet, hogy csak egyéb szín, nem tudom mit kérdezett. Hogyan érzel a karaktereddel kapcsolatban? Szeretem, imádom. Őszintén válaszoltál? Igen. Elfogadod a lehetséges fájdalmakat és rohamokat, amiket fog majd okozni ez a játék, vagy nem tudom mi. Adjunk neki egy nevet. Na mi legyen a neve? Itt vannak ilyen easter-egeknek, viszont még nem néztem utána, hogyha másnak nevezem el a karakteremet, mint mondjuk aminek akarom, tehát egy speciális nevet adok neki, akkor ez számít-e később?
Közben-közben, sziasztok, hello, hello mindenki, ki most érkezett. Szia Flóri, szia Zoló, mi a helyzet? Hát nem teljesen Undertale, Deltarune, de végül is kapcsolnak egymáshoz. Ahhoz, hogyha meg akarjuk érteni az Undertale-nek a sztoriát, ahhoz meg kell értenünk a Deltarune-t is. Mert rengeteg olyan személy volt ebben a játékban. Na tessék, pont ezt akartam, amit most írtok a chaten, ezt akartam mondani. Egy csomó olyan személy volt ebben a játékban, akivel nem találkoztunk. És mégis olyan nagy hatása van az egész sztorira. És ez pedig valószínűleg kapcsolódik mindenkihez. És lehet, hogy Chapter 2-ben még több mindenki fog derülni erről a személyről, és ez a személy, ennek az a neve, hogy Gester. Pont amit írjátok is a chat, hogy ennek nevezzük el a karakterünket is. Nem tudom, akkor történik-e valami, de... legyen. Gester. Na most várjátok egy percet, még mielőtt erre kitérnék, ezt én is pont ma néztem utána, úgyhogy szor, hogyha valamit még nem jól mondok ezekkel kapcsolatban, de... lol. Le se okéztem, csak beírtam az R-t és... kidobott? Ha beírjuk azt, hogy Gester újraindítja a játékot? Beszarok. Na igen, szóval ez a Gester, ez egy nagyon titokzatos személy. És én most néztem utána, hogy mi a tököm ez pontosan. És mindjárt akkor mutatok is nektek róla egy képet, akiknek még esetleg szintén... tehát nem tudom, kinek tudok egyáltalán ezzel újat mondani, mert szerintem nálam már mindenki nagyobb... Undertale szaki. De akkor csak így magamnak, hogy így összegezzük a dolgot. Gester. Szóval, az elsőben... tehát az Undertale-ben volt egy ilyen fazon, akivel én nem találkoztam. Ez egy ilyen nagyon ritka... hát... nem mondom, hogy easter egg, bár szerintem az easter egg kategóriába is simán beleeste, de igazából egy sztori elem, egy sztori részlet, csak teljes mértékben végigvihető és élvezhető a sztori nélküle is, és érthető úgy, ahogy, de rengeteg kiegészítést ad hozzá, de még milyen rohadt sokat. Tehát kb. Így néz ki játékon belül. Ez egy ilyen szép darab. Egy illető. Nem tudom, hogy ez milyen formája, de csak ilyen képek vannak róla a neten, meg a játékban is. Ez egyébként a Royal Scientist volt, még az Asgore-nak, tehát a királyi tudós volt, Alphys előtt. Tehát ő is ott dolgozott a True Lab-ba, ami most egyébként ma kikerült a videó a főcsatornára. Alphysnak a laboratóriumában volt egy ilyen Determination Extraction kép, és többek között annak a megépítésért felelt. De aztán rejtélyes módon, rejtélyes nyomok között eltűnt. Közben ismételten nagyon szépen köszönöm a szobot Florinak is az ajándékozást, és egyben Zolónak is a második hónapot. Megvan a két hónap. Na, akkor neked már akkor elvileg frissült is a logó, nem? Tehát akkor megkaptad a következő tírű kinézetű badge-et. Az viszont rohadt jól fog kinézni. Mert olyan még akkor csak nekem van, meg lehet, hogy csak neked, nem tudom. De hogy ez tök jó, ezek még nagyon újdonságok, ezek a badge-ek. A sub-badge-ek, szóval, akik eleinte szuboltak, most már lassan frissülniük kéne a badge-eiknek. Szóval igen, rejtélyes módon eltűnt ez a Gester, és nem lehet sok mindent tudni róla. Viszont amiket lehet tudni róla, az meg rohadtul érdekes, és rengeteg... teória van vele kapcsolatban. Brutálak ezek a képek. Na igen, rejtés módon eltűnt, hátrahagyott Alphysnak blueprinteket. Valószínűleg Alphys ezekből dolgozgatott, mert voltak neki ilyen megjegyzései korábban, hogy hát én szeretnék szörny lelkekkel kísérletezni, ki tudjunk jutni a felszínre, megpróbálok belefecskendezni egy kitartást, ilyen determination, vagy ilyen eltökéltséget, amit az emberekből tudtak kinyerni, és ugye estek már le előttünk emberek ebben a világban, egészen pontosan 6. Már mind a 6-nak a lelkét ugye bezárta Asgore, és mi lettünk volna a 7. lélek, akinek segítségével ki tudtak volna jutni. Na de máshogy is próbálkoztak, Alphys ott lent a laboratóriumban próbált így fecskendezgetni szörnyekbe ilyen determination-t, egy ilyen energiát, amit kifejlesztettek, és hát mindegyiknek tragikus következménye lett. Tehát, hogy láttátok, hogy összeolvadtak, ilyen gusztustalan mutáns torszülöttek lettek, hát emlékszünk arra a kutyára, mit tudom én. Tehát nem lett jó vége. Annyira nem lett jó vége, hogy
hogy többek között a Flávinek a születése is szerintem Alphysnak az egyik elcseszett próbálkozása volt, ugyanis egyik nap elment a királynak az udvarába, ott leszakított egy ilyen aranyvirágot, ami pedig később kiderült, hogy az Ezreal, és azt fecskendezte be ezzel a Determination-nel. Csak ugye Ezreal, a királynek a fia, halott volt. És az ő hamvait azt ott szórták el. A kertbe, és valószínűleg belőle nőttek ki ezek a virágok. Tehát, hogy így került át Ezreal, így lett belőle egy virág gyakorlatilag, aki egyébként nem lehetett volna, csak hát miközben Alphys ott kísérletezgetett, akkor ha nem is a Determination nem is sikerült áttöretni a falat, egy olyan erős szörnylelket létrehozni, viszont kb. Vissza tudta hozni ezzel Ezreal-t a halálból, viszont lélek nélkül, na és egy lelketlen virág, hát annak már láttuk a pusztítását, katasztrofális volt. Na igen, de mindig csak side note, ez azért, mert ez is kapcsolódik valószínűleg ehhez a gusztustalansághoz, ehhez a Gesterhöz. Vele egyébként lehet találkozni a sztori alatt, de hogy azt hiszem ilyen 2,8%, hogy egyáltalán megjelenik, tehát így akár lehet mondani, hogy több száz végjátszás lehet vele játszani, akkor sem biztos, hogy az ember észreveszi, hogy találkozott neki, ennyire ritkán adja be a játék. És akkor is ilyen kódolt üzeneteket lehet maximum megszerezni tőle. És azzal sem tudom, hogy mennyire vagyunk előrébb. De ez is egy nagyon érdekes lore. A kódolt üzenet egyébként valószínűleg a Delta Rúra utal, és egyébként így kanyarodunk vissza a játékhoz, amivel most ma akarunk játszani, mert hogy mintha ezekben a kódolt üzenetekben spoilerezett volna egy kicsit arról, hogy fog jönni egy Delta Rúnos folytatás és annak a chapterei. És a kódolt üzenetek egyébként így néz ki. Tessék, pont a Game Theory-t néztem egyébként én is, mert az egyik az volt, és tök jó volt. Ilyen Windings nevű fonttal ír, ezért is a neve egy VD Gester. De tessék, ez a font, ez a betűtípus, amivel írogat, ilyen katyvasz. Először a Riverman beszél róla, egészen pontosan annyit, hogy óvakodj az embertől, aki kézjelekkel beszél. És ebben a fontban egyébként vannak ilyen kézjelek, hogyha megnézitek. Tehát ja, ott nem tudom, hogy hogyan, de biztosan látszik. Szóval igen, ez is egy ilyen utalás, hogy valószínűleg ez egy betűtípus, amit csak használ, és ezt kell átfordítani. Na mindegy, ha átfordítjátok ezt a betűtípust, amit mond, akkor megkaphatunk egy értelmes szöveget, ami valahogy így hangzik, hogy sötét, fény, azon belül így a balansz, hogy nincsen helyén, a következő kísérlete valami nagyon-nagyon érdekes lesz. És a kettő élvezni fogja. És itt azt hiszem ennyi a szöveg. Na ebből most pontosan nem tudtam kitalálni, hogy ez mit jelent egészen pontosan. De valószínűleg a Delta Rúra utalhatott, hiszen ha emlékeztek, akkor ez a játék szól arról, hogy elkerülünk abba a világba, és ott a fény és a sötétség erőit kell így balanszba hozni, egyensúlyba hozni, és a végén sikerülni is fog. Közben köszönöm szépen a Hype vonatot is. Egyben Zsatinak a biteket hozzá, köszönöm, hogy hozzádobtad. És Flórinak mondtam már? Ne, ez egy új szub. Na hát, köszönöm szépen ismételten akkor, Flóri. És Habcinak is a biteket, ezt se láttam akkor. Hát nagyon komolyak vagytok. Szóval igen, creepy a hangja, furcsák kódoltak az üzeneteik, és érdekes, hogy vajon mi történhetett vele. Olyan, mintha ez az ember tudna az időben utazni, meg hogy mintha szét lenne szórva, szét lenne szakítva, mint egy kísérlet után, amivel saját magának kísérlete után tragikusan véget vetett volna az életének. Lehet pont az Extraction gépezet volt. Mi is volt aznak a neve? Determination. Extraction. Na, ez volt az, igen. Szóval volt ez a gép, mintha ez vetett volna szerintem véget az életének, ez az, amit megcsált, és vannak, tudjátok, ezek a jegyzetek ott a falon, amiből most nagyon kevés látszik, ilyen naplóbejegyzések. Na és ebből azt hiszem 20-20 valahány van,
Mi az összeset végigolvastuk, kivétel egyet. A 17-es napló bejegyzés az kimaradt. Az el van rejtve, azt nem lehet megtudni, csak akkor, hogyha az ember egy kicsit belenyúl így a játéknak a fájai közé, vagy elindít valami speciális névvel egy mentést, és akkor lehet eljutni odáig, hogy az ember megtudja, hogy mi van ebben a 17-es napló bejegyzésben, és az a napló bejegyzés az a gesztor, és abban vannak ezek a kódolt írások. Na, ez mindegy, ez ilyen, nekem ez ilyen nagy különlegesség volt. Lol! Hát hapci, hát mi ez a rengeteg bit? Te jó ég! Látszódott a tűzijáték? Volt itt mellettem tűzijáték? Mondjátok, hogy igen. Ugye megcsináltam, egyszer már láttam ilyen tűzijátékot, de hát ez rengeteg. Nagyon szépen köszönöm, hapci. Hát te most döntöd ezt a szubrekordot. Ezt a csírekordot egyébként ott van közben, ezzel szintet is lépett, azt hiszem a Hype Train. Volt, oké. Okay. Na, akkor jó. Hogyha volt valami kis tűzijáték, akkor annak örülök. Na szóval, igen. Milyen érdekes egyébként, hogy VD, tehát Windings Gesture ezzel a betűtípussal ír. Sans, hát ugye ő Comic Sans-szel. Milyen vicces kis izé Sans. Papyrus, az pedig hát a Papyrus, a Papyrus betűtípussal. Tehát, hogy így ez... Na mindegy, annyi ilyen kis utalás van, meg annyi ilyen kis rejtett valami benne, és ez annyira zseniális ebben a játékban, hogy egyszerűen nem bírok betenni velem. A kb. Egész vége ezzel foglalkoztam, és még így is alig-alig tudok róla valamit, szóval... Alright, vissza a játékhoz, ennyit Gesterről, most pedig foglalkozzunk ezzel. De most más nevet adunk neki, jó? Megint a porósapka. Zoli, hogy a tökönben van neked ennyi pontod? Áruld már el! Csak áruld el! Hogy kiraboltál valami Ice Coin bankot, vagy mi? Dorina, te meg csak ne örüljél neki, mert abból csak baj lesz. Ehhez Zoli sodsz, aztán mi lesz itt? Becsalja a pontokat. Ja. Nomcsi, hát ilyet. Itt egyébként lehet pont a Gesture beszél hozzánk, ez ezért is jó volt ez a felvezetés. Ugye ő egy olyan ember, aki tud az időben, térben ugrálni, hiszen egy őrült tudós. Hiszen a kísérletei azt igazolják, mintha tudna. És tudjátok, ki tud még az időben, térben ugrálni? Rajtunk kívül, mert hát ugye mi is visszatöltjük bármikor a mentés, mi is ebben az univerzumban vagyunk, meg az előző univerzumban is. Tudjátok, hogy ki tud ezen kívül a térben időben ugrálni? Hát, ki más, mint Sans? Sans is. Ha emlékeztek, erre is annyi bizonyíték és példa volt. Például, amikor harcoltunk vele, hát emlékeztek, megölt egyszer, megölt kétszer, és így mondta, hogy figyelj, most öltelek meg egyszer, most öltelek meg kétszer. Azt akarod, hogy harmadszorra is megöljelek? Megölt harmadszorra is. Azt akarod, hogy negyedszerre is megöljelek? Megölt negyedszerre is. Szóval így... Igen, meg más utalások is voltak korábban, amikor arról beszélt, hogy haza szeretne jutni. De Sans nem a felszínre gondolt, amikor haza szeretne jutni. És nem is a szörnyek világára, mintha neki sehol nem lenne az otthona. Ők csak úgy megjelentek a tesójával a szörnyek világában. Valószínűleg, amikor az otthonára gondolt, akkor egy másik idősíkra gondolt Sans, hogy oda szeretne hazajutni. Szóval, igen, ja és hát ő is, hát a Genocide az meg erről szól, hogy ő megpróbálja megállítani azt, hogy a szörnyeket ok nélkül gyilkolják. Egyszer minket akart megállítani, egyrészt, másrésztről pedig Flávit. Tehát, hogy Flávival is rengeteget küldött, csak belefáradt, mert hát ki a harmadik, aki még tud az időbe térbe ugrálni, mentések között risszatálni, hát csak nem a rohadt Flávé. Szóval igen, még mielőtt mi odajutottunk volna, hogy Flyvel küzdünk, Sans már rég ismerte és rég küzdött és a többi. Legalábbis arról a timeline-ról, amit én végignéztem, de ezek most olyan faktek, amikre azért ne vegyetek mérget. Mert ezek azok, amiket csak így most egy hirtelen stream előtt a mai nap utána néztem. Your own name, hát ez is ugyanez. Maga ez az egész Undertale-es, Deltarune-os világ
Olyan fura, olyan bizarr, hát nem tudom, mi lesz holnap a Chapter 2-vel. Hát már magát ezt a játékot is alig-alig mertem most is letölteni. Mert hogy... mert úgy néz ki, mint egy vírus. Egy random weboldal, ott van letöltés, és mit tölt le? Egy olyan programot, amiről nincsen semmilyen info, semmit nem lehet tudni róla, csak annyit ír rá, hogy ez egy óriás betűkkel survey program. Hát a legbénább vírusokat szokták így ellenezni. Na igen, miután most megcsináltok mindent, az egészet kitörölte. Tessék, ez egy olyan világ lesz, ahol mi nevünk az, amit ad nekünk. Chris. És Tori el az anyánk ebben a világban. És egy érdekesség itt az elején, hogy ugye az ember azt hiszi, hogy az előző játék az hasonlóan itt is lesznek választási lehetőségünk, és mindig ad is választási lehetőséget, aztán félredobja a P-be. Félre söpli. Ez a játék másról szól, ez nem akar olyan lenni, mint az Undertale ilyen szempontból. Nincs választási lehetőség. Csak megadja a látszatot. Amúgy pont olyan színű a ruhánk, ugyanezzel a sárga csikkel, mint a karának. Tehát nem tudom, ennek is lehet, hogy valami összefüggésben van a kettő között. Itt vagyunk ugye Toriel, itt is elváltak a szülők, tehát itt is elvált az Asgore és a Toriel, és van még egy testvérünk, és hát ki más a testvérünk, hát ugyanaz, mint akik egyébként az Undertale-ben is a Toriel és Asgore-nak a gyereke, Ezreal. Ezreal, látjátok, ilyen sikeres, ott vannak a trófeák, szeretik, mit tudom én, viszont sose találkozunk velük, mert hogy elment, nálunk meg nincsen semmi, nézzetek, milyen szürke mi helyünk. Elment fősulira. Tehát, hogy ő úgy látszik itt már idősebb, ő már fősuliba tart. Itt szólni jó. De minden egyes ilyen kis szövegrészlet egyébként, ez hihetetlen, hogy mindennek köze van még mindig mindenhez. Valami sprét találtunk benne, ez most tök mindegy. Vagy még lehet, ennek is köze van. Később. Ezek a tükrök, én igazából a tükröket akarom megnézegetni, mert a tükrök szoktak még érdekesek lenni. Amikor belenézünk és azt mondja, hogy ez it's only you. Miközben pontosan tudjuk, hogy elvileg most már nem csak ő van ott a tükör előtt, mert belenéz a karakter, igen, de a tükrön keresztül belenézünk mi is. Tehát, hogy már ketten vagyunk. Na jó. Megyünk suliba. Shopee time ismételtem? Mondjuk látom, hogy 6 perccel ezelőtt ki lett váltva. Na de Zoltán! Ja, kicsit késésben vagyunk, de talán még beérünk a suliba. És nézzétek, itt a felszínen vannak. Itt ez a háború, ez nem történhetett meg, úgy látszik. A szörnyek és az emberek békességben élnek. Ott van Undyne, és mind a két szeme megvan. Itt nem volt háború. Igen, először, amikor játszottam, én nem értettem, ez most mi van itt? Ez utána történt, miután elhoztuk a békét, ez előtte történt. Valószínűleg nem. Valószínűleg ez párhuzamosan történt. És egy Toriel, itt egy tanár. Egyben elhozott minket a suliba. Alfisznek is, hogy megörültem. Alfisz, hello! De rég na basszus, kinyomtam. Öcsém, hát rá se kattintottam. Ne itt vagyunk, jó, oké. Megvagyunk. Egy kis késéssel megérkeztünk. Sulis projekt, ahol választhatunk magunknak partnert. Válasszunk hát valakit. A választási lehetőség megint megvan adva. Csak tudjátok, mi lesz ebből. Félresöpli megint a választási lehetőségemet.
Nem én választok most sem. Mindenki csak kiröhög, nem akar velünk együtt dolgozni. És az a durva, hogy ennek a világnak is köze van valahogy Gesterhez. Csak ez az, amit még nem tudtam összetenni, hogy vajon hogyan. Igen, szerintem sem volt itt háborúm. Persze, ezek csak teóriák, még mindig tett konkrét válaszokat nem kapunk, ezek csak egy kis érdekességek, amiket érdemes elgondolkozni, vajon hogy az Istenbe lehetséges? Bocsa, most nem figyeltem, mi volt a kérdés, de igen, mondunk. Ja, hogy leszünk-e hárman csoportban, jó. Nem engedi. Vagy nem akar velünk hárman csoportban lenni. És hát kit kapunk társként? Hát csak nem, az utolsó srácot, vagy lány? Ne, Suzy, ez talán akkor lány. Itt megérkezik. Az osztály bulija, tessék. A tanárt is becsicskítja. Senki nem akar a partnerre lenni. Hát igen, ki más lesz akkor, mint semmi. Mi az kis introvertált srác? Összekerülve ezzel a... bulizós, és nem úgy bulizós, hanem úgy, hogy szekálós másikkal. Van valakinek krétája? Nem kezdhetem el ezt az órát kréta nélkül. Jó, hogyha nem válaszol senki, hogy kidugtál a krétát, akkor mindenki bajba kerül. Valaki... De talán van egy doboz kréta még a tárolóban. Mi lenne, hogyha Suzy és én elmennénk? Érte. Suzy, mivel még csak most jöttél, úgyhogy hozzál nekem egy kis krétát. Krisz, utána tudsz menni, csak hogy biztosak legyünk benne, hogy ja, hozni fogja azokat, megszerzi azokat a krétákat, és nem keveredik semmi balhéba. Köszi Krisz, találkozunk később. Oké, és... Na, nekünk meg innen kezdődik a balhé. Megpróbálta megenni a krétát. Ő volt az, aki eldugta. De hidd el, nem láttunk semmit. Mindent megeszik ez a Suzy. Meg se tud szólalni. Mindent megeszik. Nem tudom, ki kóstolgatta. Nekem az volt, egy időben mindig azt mondták, hogy a fiatalok szeretik enni a ragasztót technika órán. Én ezt sosem értettem. Miért? De hogyha valaki megeszi a ragasztót, akkor gondolom a krétát is el lehet fogyasztani. Tudjátok, milyenek a gyerekek, mindent megesznek. Meg ilyen kegyetlenek egymással a gyerekek. Az iskola olyan, mint a börtön. A második legkegyetlenebb hely a világon. Ja, a radírt is megették, igen, jól írjátok. Nekem az volt a 10 óraim radír. Na. Csak azért, mert nem mondasz semmit. Nem gondolod, hogy én nem tudom egészen pontosan, hogy te mire gondolsz. Vége. Elkaptam Suzyt úgy, hogy megette az összes krétát. Ezt gondolod biztos. Azt gondolja, hogy ki akarjuk rugatni. Mindenki azt szeretne, hogy én ki legyek rúgva, mindenki azt akarja. Gratulálok, Krisz, most jól megfogtál engem.
Rúgtak már ki valakit azért, mert megette a krétet? Ő csak snacket fogyasztott, ő neki csak snack. És hogyha meg ki leszek rúgva, tudod mit, Krisz, akkor miért nem leszek kirúgva valami igazán nyomósokért? Hogyan érzel ezzel kapcsolatban? Mit akarsz? Meg akarsz verni? Meg akarsz ölni? Mi lenne, hogyha elvesztenéd az arcodat? Mégse. Krisz, neked egy jó anyád van. Ezt honnan tudod, hogy jó az anyám? Anyatok a sapkával! Aj, a rohadt sapka! De miért? Mi a... Én ki fogom szenni teljesen most már. Már elegem van ebből a sapkából. Rohadt meleg. Szobboxok szétsütik. Jó, most az a helyzet, hogy rákényszerült, hogy csak mit csináljuk meg a teljes sulis projektet. Tessék, ott volt a választási lehetőség, én nem tudtam semmit se nyomni. Hogy mit gondolok arról, hogy én fogom megcsinálni teljesen a sulis projektet? Nem adta meg a játék, meg se próbálj válaszolni. Your choices doesn't, vagy don't matter, tessék. Ismételten egy figyelmeztetés ezzel kapcsolatban. Ezeket azért hangsúlyozom így ki, mert nekem az első végjátásomban rohadtul nem tűntek fel. De tényleg nem. Azt hittem, hogy csak furán viselkedik a játék, vagy általában szoktak furán viselkedni ezek a játékok. De ezeknek mind oka van. Még be is csicskít, hogy lassan sétálok. Jön ez, fogjam a kezedet? Gyere, te freak, te szörny. Na, itt van a raktárszoba. Na, egyébként itt figyeljétek a mozgását. Kicsit mind a ketten beszartak, hogy most miért van ilyen sötét ott bent. Egy kis mi a fennakadás tárgya, Krisz? Nem akarsz bemenni, vagy most mi van? És látjátok, hogy hátrálok? És sokkal jobban félek ettől a szobától, mint ő. És ráadásul... akkor bemenjünk mind a ketten egyszerre. Ráadásul nem azért, mert sötét van bent. Miért vagy annyira megijedve? Hát ezek csak ilyen régi papírok, nincs itt benne semmi. Találjunk egy villanykapcsolót. Annyira furcsa, itt kéne, hogy legyen a villanykapcsoló, de nem találom. Valószínűleg bejjebb kell mennünk. Elég nagy egy raktár. Szerintem elértük a végét, vagy még nem értük el a végét. Szerintem ez a klozett teljesen broken. Nincsenek is falai. Na hát mindegy, mi elég keményen megdolgoztunk érte, nem találtuk. Hogyha esetleg Alphys akarja továbbra is a krétáját, majd megszerzi önmagam. Na menjünk vissza. Záródott az ajtó. Hát ez nem vicces, engedjetek ki minket. És így kerülünk el abba a másik világba. És csak a játék végén derül... Ah, meg nem spoilerezek akkor semmit. Aki esetleg először látja a játékot, majd a játék végén kiderül, hogy mi volt ez az egész. Meg hogy hol vagyunk. Amúgy annyira sokat fejlődött, ezt számotka is mondtam, annyira sokat fejlődött a grafikai megvalósítása. Fehér a mentés, ez se véletlen.
Alapból már itt van egy mentett fájl, ez se véletlen. Chris rámentett, vagy Chris-re rámentett egy V-bence, akit ugye most létrehoztunk. Mi a hónajgolyó az ott? Mi az a hónajgolyó? Egyáltalán nincs is olyan, hogy hónajgolyó. Játszottam el valaki a Destroy All Humans nevezetű játékot. Van-e valami tapasztalata vele? Ó, én nem tudom. Nekem az nincs meg. Az egész úton, hogy végigmegyünk, hogy most ennyire ilyen terrifying ez a kinézet. Tehát ilyen nagyon ijesztő ez a hely, ahová kerültünk. Na igen, ez se véletlen. Én nem is tudom, merre kellett menni. Ah, ott van benne valami fény. Valami világító van oda bent. Elveszük el. Yes. Glow shard van nálunk most már. Valami világító shard. Nem lehet venni semmit, túl sötét. Ó, basszus. Ezek már is lőnek. Eltűntek a fájdalmaink. Amúgy igen, ezekkel a mentésekkel is, hát emlékeztek például az Undertale-ben is a mentésekkel. Gyakorlatilag szétosztottuk az univerzumot, tehát hogy így, akkor csináltunk egy párhuzamos univerzumot. Az, hogy most melyiket fogja kikapcsolni? Így? Hát hiszen minden ilyes alkalommal, amikor mentettünk, akkor oda vissza tudtunk ugrani. Ugyanúgy, hogy rohadt Flávé is vissza tudott oda ugrani és risszatelni, a kedve szerint. Ugyanúgy mi is tudtunk akkor a mentésenként visszaugrani. És a mentéseknek tényleg is olyan szerepe van abban a játékban, nem csak az, hogy a játékosnak szóló dolog. Hanem ezt a játék jegyzi, hogy te mentesz. Amúgy mi volt itt bent? Ebben a krétaparokban, vagy mi az Istenben? Ja. Yeah. Suzy. Hey, ne gyere közelebb vagy. Chris. Nagyon rám ijesztettél, te hülye gyerek. Azt akarod, hogy következőnek, nem tudom, leegye az arcunk, de azt akartam utkor mondani. Na jó, találjunk ki innen. De hol van ez az itt? Egyébként is. Na, nem számít. Te sodortál minket ebbe a balhéba bele, úgyhogy te is fogsz minket innen kihozni. Mutasd az utat. Ezek nem elolvadt élő halott szörnyek? Nem, nem, ezek elvileg kréta habok, porok, nem tudom, kréta valamik. Túl lassú vagy, inkább előre hant. Tehát látszik, hogy itt azért ez, ennek már nagyon semmi köze a felszínhez, meg a rendes világunkhoz. Valami ott van fent és integet nekünk. Bármi ötlet, hogy mi az ott? Futás, Chris, futás! A fő gonosz. Megérkezett. Minden szép történetben kell egy gonosz. Ó, oh, bakker, hát. Mennyire más lett egyébként a hotbar, vagy a hub, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt. Szóval, hogy ami kijelzi az életünket, stb. Visszagalányt. Tehát itt tényleg, amikor még fent voltunk, akkor az egész játék full ugyanolyan volt, mint az Undertale. Ugyanolyan szövegboxok, ugyanolyan karakterkinézetek, ugyanolyan inventory. Amikor meg lejöttünk ebbe a világba,
Minden szempontból átváltozott a játék dizájnja is. Ismételten egy mentés. Hova is érkeztünk itt meg? Valami kastély, de hogy kerülhet egy kastély ide, igen, a raktárszobába? Köszöntelek itt, hősök! Ki van ott? Ne ijedjetek meg, én nem vagyok az ellenségetek. Gyertek, kérlek lépjetek előrébb mind a ketten. Köszöntelek itt titeket, én vagyok a hercege ennek a királyságnak. A sötétség királyságának. Chris Suzy. Van egy legenda ide lent ezen a vidéken. Egy legenda, ami arról szól, hogy nap érkezik két hős. Igen, két fényhős. A fénynek, két fénynek a hőse. Na. Hogy beteljesítsenek egy ősi... regét, nem tudom, mondást, egy eljövendőlést, hogy mondjam én ezt szépen magyarosan. Na szóval, kérlek, hősök, hallgassátok meg az én mondámat. Hogyha azt mondom, hogy no, akkor mi van? Tényleg? Egészen biztos vagy benne? Ez elég fontos pedig. Szerintem te nagyon szereted. We know it already, már alapból tudjuk. Nagyon kíváncsi vagyok most is rá, mert már kezdtem elfelejteni. De mi van akkor, ha azt mondom, hogy hát amúgy... profécia, amúgy igen, profécia az a jó szó, rá köszönöm. Lehet, hogy ő az a figura, akiről mutatták képet? No, ez nagyon nem, de ez is egy nagyon érdekes figura, alig várom már, hogy oda jussunk. Na jó, hallgassuk meg. Na, akkor hagyd mondjam el. Jaj, de olyan kíváncsi lett. Most inkább arra lettem volna kíváncsi, hogyha teljesen visszautasítjuk. Egyszer volt, hol nem volt egy legenda. Azt suttogták a legenda közöttünk, hogy volt egy fényhős, meg egy sötétséghőse, meg nem tudom, fényerő. Igazából ez az, ami... Ez a Deltarune-nak a legendje. Legendája, igen. A balansz, amit meg kell tartani fény és sötétség között. Ez az, ami harmóniát és nyugalmat hoz ebben a világban. De egyszer csak ez a harmónia megtölt, az az egyensúly megtölt. Megrepett az ég, és ilyettséggel töltött el a videó. Föld fellélegzett. Megjelentek a hősök. Egy ember. Egy szörnyeteg. És egy herceg a sötétségből. Egyedül ők tudják elzárni ezt a szökőkutat. A sötétség útját. És száműzni az angyali mennyországot. Erre is annyi teória van, hogy miért akarnánk száműzni az Angel's Heaven-t? Miért akarunk száműzni? Ez egy jó dolog, nem? Ezt nem még miért kell száműzni? Hát remélem majd holnap a Chapter 2-ben ezt tovább folytatódik, és derül még ki több minden erről a világról. Na igen. Kiris Suzy, köszönöm szépen, hogy meghallgattátok a mondámat. Én nagyon mélyen hiszek benne, hogy ti ketten vagytok azok a hősök, akikről a legendák szóltak. Akármilyen ellenség is kerül szembe veletek, a kitartásotokkal megmenthetitek, vagy az elszántságotokkal megmenthetitek ezt a világot. Ti vagytok a Delta harcosok. Kérlek, elfogadjátok a utatokat.
rendeltetéseteket, vagy nem tudom, hogy... Na, mi a helyzet? Én, mint egy hős, vagy valami ilyesmi? Valószínűleg erre rossz ember találtál. De hát, Suzy, nélküled ez a világ... És mi történik? Lehet, hogy ez a világ szétrombolódik, vagy mit tudom én, széttörik? Nem az én dolgom. Nem érdekel. Lerombolják. Még esetleg egészen vicces is lenne, hogy őszinte legyek. Na, minden esetre, Chris. Hogyha te azt akarod tettetni ennek a hülye gyereknek itt, hogy te valami hős vagy, akkor nyugodtan maradj el velem. De én megtalálom az utamat kintre. Suzy, várj! És ennyit a hercegről, megérkezett hozzánk a fő gonosz, ha-ha-ha-ha! Aki kísértetésre hasonlít egyébként Sense-re. Hát ez nem Sense. Az én apám, hogy mondják ezt? A hóna fiává fog engem léptetni, hogyha megállítanak. Na, ki a tököm vagy te? Én vagyok a rossz fiú. Ti bohócok, el akarjátok zárni a sötétség kútját? Megmenteni a világot ettől az örökös sötétségtől? Ne is próbáljátok tagadni. Tudom, hogy keletre fogtok indulni. Ez az egyetlen út nektek haza. De én, Lancer, nem foglak titeket odaig elengedni. Két lépésben megállt. Hát jó terv, ugye milyen jó? Hát igen, de éppenséggel... Mi lenne, hogyha ezt a tervet megfordítanánk és rajtot használnánk? Hát ez a halcencés, mi a tököm? Támadjunk, vagy aktoljunk. Lancer, check, compliment. Figyelmeztessük, vagy megdicsérjük. Elmondom neki, hogy nem tudjuk megállapítani a különbséget az ő ruhája és a teste között. Ennek, ezen elpirult, ennek így örül. Az adag sebzése most lejjen. Ez volt a támadása. Mi ahogy figyelmeztetjük. Ugye ez a Suzynek a következő ütésére. Ezt a Suzyt ezt rohadtan nem tudom irányítani, tehát hogy... ő támad, én nem vagyok rá hatással. Apa. Bakker, hát ma nem vagyok egyébként helyzet magaslatán, úgy tűnik. Köszi szépen, Robi, ismételten a csíreket. Erre is volt már kis... erre is van kis tűzi játék, ez az. Hát ez nagyon komoly. Belőztünkben is, most is. Nem hangos egyébként ez a muzsika? Még tudok rajta halkítani, hogyha esetleg kell. Na jó, most már nem figyelmeztetjük, így is támadni kell, szóval... Why not? Nagyon nem lesz egyébként a döntéseinek következménye. Jó az, hogyha így mellette megyek el. Szóval valamit ad. Csak elfelejtettem, hogy mit ad. Picit hangos, halkítunk rajta. Most jobb lett esetleg? Na, a pálykomból kifogyott az üzemanyag. Most az egyszer szerencsétek volt, de következőnek ti lesztek a vesztesek. Vagy hát viszlát vesztesek, már most úgy köszönöm. Az a kell érni, még miatt vacsi time van. Az apja elseggeli. A vacsira nem ér haza. Minden rendben volt veletek?
Még engedjétek meg, hogy bemutassam magamat normálisan. Le tudnád venni ezt a hülye utit? Alig hallak alatta. Na jó, rendben. Rázi vagyok. Chris, Susan. Micsoda öröm, hogy találkozhattunk. Remek barátok leszünk, és... Ha, szóval azt mondtad, hogy a legjobb út, hogy elhagyjuk ezt a helyet, keletre van? Igen, igen. Arra, amerre? Oké. Okay. És... Találkozunk a suliban, Chris. Ő már indult is. Igen, egyébként jól írjátok, de ez kicsit még spoiler, Laci. De, ja, annyit talán elmondhatunk, igen, hogy Razinak és Ezrilnek nem véletlenül vannak, de ez is egy anagramma. Nem véletlenül ugyanazokból a betűkből állnak. Hát akkor úgy tűnik, hogy már csak ketten maradtunk. Szóval, Chris, én vagyok a herceg, de jelenleg nincsen semmiféle taszkom, vagy tárgyam, nem tudom, feladatom, úgyhogy egyelőre csak itt egyedül vártalak. Az egész életem arra volt, hogy ti ketten megérkezzetek. Szóval én nagyon-nagyon örülök, hogy végre találkozhattunk. Remek barátok leszünk, Chris. Gyerünk most pedig keressük meg Suzit, valószínűleg biztos északkeletre, a délkeletre indult. Vezetheted az utat? Ja, mint a Deltarune Undertale, ott is ugyanazok a betűk vannak, csak megcsavarva meg. Igen, pont erről volt most szó a stream elején, hogy mennyire érdekes ez is, hogy itt... Ezek, nem tudom, dolgok, olyan dolgok, amik nem tűnnek fel első végjátszásra. Nekem nem tűntek fel, én amúgy azon nem gondolkoztam volna el, de olyan sok minden értelmeknél, és ezek nem csak egy jópofa dolgok, hanem tényleg szerepük van. Pont valószínűleg a párhuzamos univerzumokat támasztják egy kicsit alá, és magyarázzák meg azt, hogy egyáltalán ez a világ miért olyan, amilyen az Undertale-hez képest. Mert eleinte mondom, amikor először végigjátszottam, hát bevallom, nem nagyon ismertem őszintén a... Vagy nem nagyon értettem őszintén, hogy mire akar ez a játék kiukadni. Valószínűleg ilyen hülye rejtélyes, de tényleg nem értettem, hogy mi a terve? Előtte történt, utána történt. De a végén majd csak kiderül. De ezt a gyakorlást, ezt most annyira nem akartam. Már volt egy harcom, és már játszottam is. Ők elmondja, hogy miért kell közel menni hozzájuk. Ebben a világban a harc teljesen fölösleges. Miért támadják amúgy? Mint ha már ezt korábban ezek csináltad. Tudunk defelni is? Ezt nem is tésztem meg. Jó, lehet, hogy mégiscsak jó, hogy ezt a harcodat most kiválasztottuk. Ja, ezeket lehet, hogy a spelleket tudjuk majd használni ebből, amiket megszerzünk. Ah, igen, itt is van. És Razit azért... Razit ezek tudjuk irányítani. Ez a pacify, ez a lefagyaszt? Ezebb ellenfelek ellen bevethetjük az actet is, hogy valamit cselekedjünk ellene, és akkor mondjuk mit tudom, hogy meglágyítjuk a szívét egy öleléssel. Hug. Ja. Aha,
Tehát az ellenségek egészen másoknak viselkednek, hogy különböző aktokat nyomunk neki. Hogyha egy ellenség elégedett lesz, akkor átváltozik a neve sárgává. És akkor meg tud neki kegyelmezni. Hát pont mint az egyben. Vagy hát az Undertale-ben. Örül, hogy megtanítod minket harcolni. Micsoda remek tanítványa vagyok. Milyen kedves velünk. Amúgy azt hittem, amikor először láttam ezt a Razzit, hogy látjátok ki a profil képét, vagy a zöld sapkája, szemüveg és egy ilyen nagy csókos szája. De amúgy az nem a szája, hanem az a sála. Ott a szája most felkunkorodott, most jól látszik. Mosolyog. Én azt hittem, hogy ez a csókos száját kell nézni, de nem az. Na, kinyit ez az óriás ajtó? Valószínűleg Lancer is áthaladt rajta. Amint ezen az ajtón átlépünk, akkor kezdődnek az igazi kalandok. És beteljesíthetjük a proféciánkat. De ez a világ tele van mindenféle kedves emberrel, a Chris. És ahogy döntünk, úgy mások lesznek a... Más lesz a kimenetele a dolgoknak. Hát én úgy tudom, hogy annyira nem. Apróságban lesznek más. Van két, ennek is egy ilyen messzekör, meg egy ilyen barátságosabb végjátszása. És hogy akkor kapjuk a happy endinget, hogyha... a kedvesek vagyunk. De hogyha ezt nem csináljuk meg, akkor attól fél, hogy nem igazán lesz kedvünkre való a befejezése. Nagyon sajnálom, hogyha esetleg ez, hogyha ez így van, de hogy ez túl sok feladat lenne. Hát nem, én tudok ezzel. Megbirkózok ezzel. Igazán tudtam, ez egy egész hősies pillanat volt. Ezt a hősies pillanatot láttam benned. Próbáljuk a legjobbat kihozni belőle. Itt most nagyon arra van kiegyezve a dolog, hogy de ténylegesen számítanak az, hogy hogyan bánunk az emberekkel, de én úgy tudom, hogy a két befejezés is, és itt csak kettő befejezés lehet, nagyon nem változik. De mindegy, attól függetlenül barátságosak leszünk és hallgatunk rá azira. Fielden. Ó, ez az a Hopes and Dreams, aki... Ez a zene, Hopes and Dreams. Lancer! Ó, két kedvenc ember. Haha, nem is vagytok benne az első ötben. Hol van Susie Lancer? Ja, a lila lány. Ti balandok. Későn... Túlságosan elvagytok késő ahhoz, hogy engem megállítsatok. Miért mit csináltál? Nagyon egyszerű volt. Beat me up, az mit jelent, hogy megvert engem? És elfutott. És ez itt mi? Ó, oh, ezt le lehetett tenni, ugye? Ja. Yeah. Dark Candy. Ki mennyire ismeri a játékot? Na mondjuk ez a kérdés az engem is érdekel, hogy ki mennyire ismeri a játékot, hogy játszottatok-e már vele korábban, vagy most ez nektek totál új, mert ugye egyszer én már végigjátszottam, de hogyha esetleg arról valaki lemaradt, vagy nem tudom, ő maga szerette volna végigjátszani, ilyesmi. Semennyire nem ismerem, kétszer végigjátszottam. Igen, hogyha tovább haladunk, akkor itt szét fognak minket szenni. Ez valami fenyegetés akar lenni? Inkább egy meghívás. Dodged! Mi ez? Tortának a darabja ilyen füstölög. Elveszünk egy darabot. Ja, mint ebből veszek egy darabot. Nem is tudtam, hogy az Undertale-nek van egy második része. Hát, mert ez nem teljesen a második része, hanem ez ilyen... Ó, ez elkapott.
hanem ez ilyen... Nem tudom, hogy elmondjam én ezt. Nem folytatása, sem előzménye, szóval másik részének nevezhető vajon. Ja, igen, nem a támadunk, hanem inkább ektenünk mondjuk. Meggyőzzük, és... Te pedig... használj mágiát, ja, nem tudunk mágiát használni. Védekezz. Bakker. Az egyiknek meg tudnék kegyelmezni. Inkább Ekton. És ezzel kegyelmezünk. Na, ennek szerintem ez bejött neki, ugye? Ugye? Bókoltunk egy kicsit, elpirult tőlem. Ó, hát erre nem... Erre hogy számíthattam most őszintén? Az óra. Ja, egyszerre kell mind a háromra válni. Na. Na mi van óra? Ja, sikerült. Akkor ne is mentek ezek a csapdák. Ó, azt el lehet ott érni? Na majd a másik oldalra. Ez mi? Ez valami ellenség lehet, vagy nem tudom. Nem, fogalmam, mi a tököm ez egyébként? White Ribbon, egy fehér szalag. Feltesszük az armat közben, feltesszük. Védelmünket növelni. Fel is van téve automatikusan. Most már fel van téma. Igen, annyit tudunk csak róla, hogy az Undertale alapján készült. 6 az Undertale sztoriára szerintem, és az Undertale is 6 ennek a sztoriára. Vagy hát derültek ki mind a kettőből dolgok. Például a Gesture kapcsán, amiről olyan sokat beszéltünk az elején, hát nagyon sok intézkedése itt nyert csak értelmet, amikor megjelent ez a játék. És ezért várom már nagyon egy chapter 2-t, és hát még több mindent kiderítsünk róla. Ó, bakke, hát... Ránk küldte ezeket a hülye gyerekeket. Szét vagytok már szedve? Hát teljesen azért emberelőnyben vannak. De ezek mind supportív ellenségek. Először, akárhányszor jelentél meg, egyszer sem voltál ijesztő. Az adott taktikám, hogy Chris-szel etekeltem, vagy ekteltem, bocsánat, jelzivel meg spéreltem, és így hamarabb meg. Én most én is azt csinálom, szerintem így igyekszek. Hoppá. És közben nem figyelek, hogy mi történik. Kaptunk egy adag pénzt érte, és így király, és én mennyit kapok? Te vesztettél, Lancer. Nem kapsz semmit. Ó. Oh. Akkor legalább a tiétekből kaphatok? Nem. Akkor találkozunk később, hülye vesztesek. Ezek az enemik.
amik ebben az Undertale-ben vannak. Ezt lehet, nem így kellett volna megcsinálni. Hé, ezt hogy fogjuk tudni megcsinálni hárman? Ja, ah! Tükségünk lesz rád. Így már ki hülye ajtó. Ó, oh, szuper. Ezek ti vagytok, srácok. Jaj, már annyira aggódtunk, Suzy, érted? Hogyan jutottál át azokon a tüskéken? Ah, csak szépen átsétáltam rajtuk. De ez az ajtó, be van szorulva. Ne is aggódj, Suzy! Nyitjuk, mintha megoldottuk a puzzle-t itt korábban. Visszább kéne egy kicsit mennünk. Oké, szuper, akkor szóljatok, hogyha végeztetek vala. Suzy, nekünk szükségünk van rád, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Ezt a rejtvényt. Mind a hármunkhoz, mind a hármunknak szükség van rá az, hogy tovább tudjunk jutni. És egyébként is csak Krisz tudja elállítani a sötétség kutyát. Miért nem társulsz be hozzánk? Szóval azt mondod, hogy akkor csatlakozzak hozzátok? Igen. Jó, csak legyünk már túl rajta. Na ez az, akkor Suzy becsatlakozott a csapatunkba. Ez az. Suzy csatlakozott a csapathoz. Mi? Suzy elindult egy irányba. De olyan úgy, hogy senki se tudja megmondani, hogy pontosan kikhez tartozik. Suzy egy... Suzy az a hidegszívű, szivatós, cseszegetős hülye gyerek az iskolából, aki csak azért bántja a többieket, mert őt is rengeteget bántották gyerekkorában, esetleg otthon a szülei. Szerintem ő ezt akarja szimbolizálni. A hülye gyerek, akit szétszekáltak otthon, és azért szét akar inkább mindenkit szekálni a suliban. Ez micsoda? Ja, most veszem észre csak, hogy Suzy skippelte a tutoriálunkat. Hát a következő harcban meg kell mutatnom neki, hogyan kell használni ezt az act-et, hogy ilyen barátságosan viselkedjen. Holnap fogom ezt streamelni a Chapter 2-t, amint kijön, mert az már ma ki fog valamikor hajnalba jönni. De majd szeretném streamelni, igen. Kupa, ez nem tudom miért. Amúgy tudom miért egy kupak ez az ellenség. Küldjük-e rá Suzyt, hogy őt megdicsérje, vagy inkább figyelmeztessük a... Figyelmeztessük. Figyelmeztetjük Suzyval kapcsolatban. Nem hiszem, hogy ez érte, hogy mit jelent. Ej, mi a tököm, hogy így az ellenségnek tanácsokat adunk? Hát azért, hogy véletlenül se sebezzük őt meg. Nehogy bántsuk. Hát de pont az a lényege, hogy jól megbántsuk az ellenségeket, te idióta. Jól szétszedjük őket. Hogyha hozzánk kerül a kör, akkor csak simán rávelünk egyet, és meghal, ő csak simán meghal, ennyire egyszerű. De Suzy, hát egy ellenség lehet, hogy éppen jó fej is. Hát erre van egy szó. És mi az? Striking first. Hopp, elszaladt. Idióták! Elszalasztottátok! Hú, ez elég közel volt, Krisz. Talán beszélnünk kéne vele. Meg tudom Suzyval, hogy ezt ne csinálja.
Szia Bea, hocs mint neked is, mert kellemes. És ez egy hosszú stream lesz, most végigjártuk ezt a játékot. Nem is akartam egyébként feltétlenül a mai napra streamet, de az a helyzet, hogy holnap jön egy chapter 2, és fel akarok készülni most a chapter 1-ből, hogy minden friss és új legyen számomra, illetve nem volt fent a VOD csatornán, mert az, amikor először játszottam ez a játék, az elveszett, és egyébként is hiszem tök béna volt, mert semmit nem értettem belőle. Úgyhogy most megismétlünk még egy végigjátszást. Most már értve a dolgot, jobban értve a dolgot. Teljesen érteni nem fogom megszedni ezt a játék, nem is akarja, hogy teljesen játszom. Annyi kis rejtett valami van benne. Igen, ezzel a pacifier, ezzel le tudjuk őket fagyasztani egy kör erejéig. Csak az a baj, ez a Suzy Lynch nem szereti, hogyha megmondjuk, hogy mit csináljunk volna. Hú, Bence, ezt előbb kellett volna kezdeni. Tudom, ez egy hosszú stream lesz. Nem annyira hosszú ez a játék egyébként. De hát, kellene. Most péntek van, nem? Nem. No. Holnap senkinek se kell felkelni. Lehet egy hosszabb stream, nem? Ez az ajtó. Egy ajtónak a frame-e, kerete. De valami nem látunk át rajta. Mi ez a gesztőnek az ajtaja? Shopba mi volt? Dark Candy. Spooky. Á, nem veszek kardot, egy ilyesmit. Na, ez viszont egy jó kis def. Ezt megvehetjük. Rázőnek betesszük. Nézzük hát. Tessék. Nyolc 10 óra alatt lehet végigjátszani. Dehogy is, ezt honnan vettétek? Hát mennyi volt múltkor a streamünk? Benne szabadon a Lightwiz, igen, már vágom és csak az elét kellett levágnom róla, meg a végét, aztán már töltöm is fel. Holnap biztosan ki fog kerülni belőle valami. Szóval visszatértek a bohócok a városba, van rossz hírem számotokra. Pár perccel ezelőtt készítettem egy új Fighting Team. Egy új harci, ez küzdőcsapatot, aki majd megállít titeket. Most már az a lila lány se fog titeket felerősíteni, úgyhogy megállítsatok engem. Ho-ho-ho-ho. Na jó, kussolj el. Mi az, hogy ho-ho-ho-ho? Mit akarsz ezzel mondani? Ho-ho-ho-ho? Ez az én gonosz nevetésem, elég ijesztő, nem? Úgy hangzik, mint valami baby Santa Claus. De ugye, úgymond a Bedes úton, tehát egy ilyen azért olyan vagány. Kussoljál! Te tényleg azt hitted, hogy ijesztő lehetsz. Nos, én... tévedtél. Az ilyen hülye gyerekek, mint te, nagyon kiakasztanak. Lásd be, nem is tudod azt, hogy milyen az, hogyha valaki ijesztő. Hát ez nem igaz. Ó, tényleg? Akkor bizonyíts be. Azzal a résszel kezdjük, hogy mi lenne, hogyha mondjuk lerágnám az arcodat? Ahahahahaha. Ó, oké, értem. Köszönöm szépen, lila lány. Mi? Köszönöm, ez nagyon kedves volt tőled. Megmutattad, hogy hogyan lehetek én is ilyen ijesztő. Egy gonosz nevetéssel. Hey, hát nem ez volt a... Na és most? Szét lesztek szedve. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt!
Hát mégiscsak valamiféle javulás, hogyha úgy vesszük. Jaj. Mani, mit nevezzek el? Miért váltottad ki a nevezzünk el valamit dolgot? Hát mit lehet itt ebben a játékban elnevezni? A karakteremet elnevezhettem Gastonnek, igen, és ki is dobott engem a menübe. Na, ezzel megpróbálunk barátkozni, ezzel... most nem tudok használni, mert nincs elég TP-m hozzá. Akkor védekezünk. Ó, basszus, hát... amíg én barátkozni akarok vele, addig... pedig azt mondták, hogy rendben részükről. De megölte. Befriend. Szférelni? Nem tudok. Azt is megöltem. Most számít ez még innentől kezdve, hogy én mit nyomok? Pedig elismerte, hogy győztünk, de nem hagyta őt el. Igazából, ha azt veszitek, nem öli meg. Ezek mind elszaladnak. Ebben a játékban igazából senki nem hal meg. Ha jól tudom. Ezek csak elszaladnak. És ez itt nagy különbség lesz, és ez később egy nagyon fontos. Na, egy újabb puzzle. Ó, ne. Olvassuk el az utasításokat hozzá. Hát, de szét lettek ezek az utasítások szedve. Csak annyi van ide ír, hogy azok a idióták sose találják ezt majd ki. Azzal, hogy ő szétszedi az instrukciókat hozzám. Na, szóval azzal, hogy ő szétszedi az instrukciókat, ez biztos, hogy a szabályok ellen van. Hát ilyet nem lehet játszani. Miért nem mászunk át a kerítésen? De hát ennek tüskék vannak a tetején. Azért, mert felszólulnak és meghalnánk? Jó, akkor viszont ezek kiket állunk a peződ. Na hát akkor Chris, találd ki a... ja, Istenem, hát mi ez a játék? Great job! Halljátok, egy puzzle mester vagyok. Kitaláltátok volna, ezt így kell megoldani? Erre gondolt volna bárki a chatről, most őszintén. De tényleg legyetek őszinték. Szerintem erre senki nem gondolt volna. El is szúródhattunk volna. Ekkor a tüskékre. Erre kell menni? Erre fentre? Ó. Jó, ez nem tudjuk még a megfejtést. Csezd meg magadat, te kis zsíros kenyér. Ó, basszus. Erre épességet nem akartam rá csapni, de már mindig. De miért ölöd meg őket? Ez olyan kémboly-szerű, hát igen, végül is... Spérelni ezt lehet? Csak elfáradt. Hát igen, ez végül is ilyen a stílus ezeknek az Undertale-eknek. Inkább úgy mondom, hogy Toby Foxnak, mert hogy igazából ez most már tulajdonképpen a Deltarune. Kegyelmezünk. Már hogyha tudunk, de le fogja csapni, nem? Nem, oké. Okay. Ezek a sakk figurák.
Jó, oh, oké. Okay. Az összesnek a háttérébéket ugye megfigyelitek ilyen... De most basszus, ez miért ugrottam? Ilyen gyerekjáték, játékok, figurák, iskolai szerek, ilyenek vannak. És ezek is, ezeket csak mondom, hogy ezeket így érdemes érjezni, mert a végén ezek számítani fognak. Úgy is rácsapsz. Warning. Hát ha busz számít. Ja, akkor ezért, akkor misszeli? Ó, ezt értem akkor most már. Szóval ezért van értelme, hogyha warningoztatjuk az ellenségeket. Ó, basszus, hát mindjárt meghalok közben. Mind a kettő figyelmeztetve van? Elvileg igen. Ez így nagyon kontraproduktív, amit csinál nekünk a Suzy. Milyen hosszú egy kör volt. Na jó, hát figyeljetek, ezzel most ez olyan, mint a Undertale-ben a pacifista run. Tehát, hogy így akkor azzal, hogy már egyszer-kétszer viszont rácsapott ellenségekre a Suzy, akkor már én nem kaphatom meg itt a barátságos módot. Vagy itt amúgy tényleg ez nem számít, hogy most barátságos, vagy messze kör, vagy ilyesmi, mert... Jaj! Támadás túlhetünk. Végül úton járunk a kastélyhoz. Miért nem léptek még egy előrébb? Ezért szét... Csapassalak titeket. Vérré, rengeteg vérré. Tocsogó vérré. Hey, Purple! Hey, Lila Lány, ez most ez elég ijesztő volt? Miért kérdezel engem? Közt te annyira király vagy abba, hogy hogyan lehet szembe ijesztőni. Én is annyira ijesztő szeretnék lenni, mint te? Te olyan akarsz lenni, mint én? Igen. Ez hülyeség. De az új nevetésed nem is volt annyira rossz. És az, hogy azt mondod, hogy minket vérré fogsz alakítani, ez is egészen királya hangzott. De mi a helyzet ezzel a vödörrel itt? Hát elbeteszem majd bele a vért. Oh. Igen, én nem szabad, hogy kupit hagyjak magam után. Az apja le fogja szinni, hogyha itt kupit csinál. De köszönöm szépen a visszajelzést. Most már nagyon érzem ezt a ijesztőséget. Na hát akkor... Nincsen probléma, azt hiszem. Most ránk fogsz támadni, vagy... Igen. Csak annyira beleéltem magamat, hogy elfejtettem, hogy... Elfejtettem hozni a srácokat. De következőnek, amikor találkozunk, akkor a vége lesz. Igen, hülye bohócok. Van egyáltalán neve a csapatotoknak, vagy valami? Ó, Chris, tényleg elnevezhetnénk a csapatunkat egy névvel. Ne, nem kéne elnevezzünk. Hát akkor ez el van döntve. Mindenki tegye be a... Tegyen be egy nevet ebben a vödörben. Csapatnevet, gondolom. Blue person? Igen, igen. Mi választhatunk? Mivel te úgy nézel ki, mint akit ez rohadtul nem értek el.
Szóval van itt egy ilyen összegyűrt papír, van egy a neat az a jó állapot, vagy ez mi az a neat paper, hát nézzem csak. Tiszta papír, igen, tiszta, tehát ez egy jó állapotú papír. És van egy Lancer, tehát egy Lancer nevezetű papír, de ez a hülye ráírta a nevét. Na jó, Lancer. Kihúztuk azt a papírt, aminek az volt írva, hogy Lancer a külsejére. Kinyitjuk, hogy mi van benne. A belsején ugyanezt írja, Lancer. Hogy azt választhat? Tehát ez nagyon-nagyon király. Igen, Krisz választott, tehát mi választottuk ezt a nevet. Tök mindegy, hogy ki választotta, a lényeg az, hogy ami rá van, így van. Ez a név, olyan furán hangzik. Tudom is, legyen inkább az a neve, hogy Lancer Fun Club. Tehát akkor a mi csapatunknak most az lett a neve, hogy Lancer Fun Club. Nem múltkor is ugyanez volt, akkor mintha tök mást választottam volna. Vagy akkor is ugyanezt választottam. Jaj, ne, hát... Most mi volt? Ja, csak visszatesz az elejére. Ó. Oh. Szerintetek normális ez a Lancer? Jaj, ne üldöznek a szemgolyók! Óriási szemek! Megúgyoz a fa! Most már tudom, mit kell csinálni. Basszus. Ne, várjatok már egy pillanatot! Figyelmeztetve lettek, akkor most már csak itt az idő, hogy jó éjszakát kívánjunk nekik. Ez most figyelmeztetve vannak? Ja. Good night! Ismételten egy Act, Good Night és Spell. Mi ez a polip egyébként, amit rendszeresen látok itt Twitch-en? Ennek itt valami kultúrája van, de én ezt nem értem. Na, Tomcsi már ki is törölde. Odi, még egy, még ott a polip. Mi ez a... Jaj, ne Lancer, itt van, jó, oké. Na most elpusztítasz minket, ugye, persze. Ó, csak nem a Lancer Fun Clubom ki megérkezett hozzánk. Na most mi az, Lancer? Ho-ho-ho-ho. Csak gondoltam, figyelmeztetlek titeket, hogy valami nagyon veszélyes van előttetek. Ez egy nagyon kellemetlen meglepetés lesz. És nem tudtok hazamenni, mivel annyira meg vagyok ijedve? Micsoda? Vagy mi az, ami ott van előttünk? Ja, ez! Ez az annyira, amennyire... Szóval ez az, amitől amennyire úgy meg voltál ijedve? Nos, hát lila lány, te nem vagy megijedve tőle? Miért lennék? Mit fog csinálni? Hát ez normál esetben táncol, vagy mit csinál? Jaj, most involválódik ilyen nagyjá! Jaj, micsoda izmos, szép lábak! Wow. Amúgy én úgy emlékszek, hogy ez volt az első nehezebb harcunk. Na, normál esetben csak széttapossa az embereket, akiket meg lehet. Én ettől függetlenül figyelmeztetem, hogy támadás fogjuk következni, szóval óvatosan.
De nem hisz, ez nem nagyon értettem meg. Smile-hatott. Erről van szó, tehát ez tényleg sebez. Akkor meghajolunk előtte, ő a király. Te meg tökem tudja, mit csináljál. Védekezz. Visszahajolt. Koron egy kicsit meglazult a fején. De ne tud megszállni most a koronát a fejéről. És ahogyha leszennénk a koronát a fejéről, akkor visszaváltozom a kis srác állapotává. Kis... Mi ez egyáltalán? Egy kupak? Kis kupakká. Csak folyamatosan pólogatva tartsuk. De ahogyis inkább szétszedem. Na jó, mi legyen? Továbbra is bólogattassuk? Hogy figyelmeztessük? Szifájoljuk azért, az jól jöhet. Egy tej! És a tejjel feltöltötte maximálisra az életét. Mi volt ez a tej PNG ott? Ne ütöges, mert csak erősebb lesz tőle. Azt hiszed, félek tőle? No way! 30%-kal meglazult a korona közben a fején. Miért ütögeti? Ah, passzifáj se hatod rá! A tej a legerősebb item, azt mondjátok. Miért? Én is kérek akkor tejet, mindjárt hozok is be. Nem, mert salátát tettem, aztán abból olyan fosás lesz. Magic pacify. Jaj, lehetett volna ott valami nagyon meghajlás is csinálni, tényleg. Azt kellett volna nyomnom. Uha, fogy az életem. Deep. Várjál, de nekem hírálnom kéne. Na jó, mindegy, csak túléljük. Basszus, hát... A 80%-ára lazolt meg. Na, akkor ezt már túlélem. Deep. Mély meghajlás. Na, ennyi. Uru, jel! Már megcsináltuk? Ti bohócok, ti tényleg hősök lehettek. Megmentettétek a következő 12 percet, 20 percet az életemből. Zuzi? Nem akarom letörni a szarvadat, de te nem igazán tettél ehhez, nem igazán segítettél ebben a harcban. Sőt, mi több, te csináltál mindent rosszabbra, hogy megtámadtad őt. Folyamatosan támadtad őt. Hogyha esetleg jól viselkedtél volna már első körben, akkor az egész harctól megkímélhettél volna minket. Most komolyan mondod? Az a cucc az vérszomjas volt? Csak a baltám tartott őt távol magunktól. Ezek az emberek, az mind az ellenségeink azért vannak, hogy terrorizáljanak mindenkit. Azaz, azaz, igaza van, közben hátulról mondja. Ja igen, és korábban láttuk, hogy megettél egy ártatlan ember tortáját. A torták is az ellenségeink. Suzi, ha szereted, ha nem... De te nem vagy egy hős. Aki majd elhozza a nyugodtságot a jövőben. Szóval kérlek, kezdj el most már végre viselkedni, mint egy
mint, tényleg egy hős. Mint aki hős. Most, hogy ezt így mondtad, tényleg egy elég béna hős vagyok, nem? Nem, de? Jó van, Rázi. Akkor én megváltoztatom az útjaimat. Megváltoztatom, ahogy viselkedek. Ilyentől kezdve nem leszek egy ilyen rohadó hős többé. Inkább csak csatlakozok a rossz fiúkhoz. Ó, tényleg? Tényleg szeretné az én csapatomban lenni? Hát, hogy őszinte legyek, ez sokkal egyszerűbbnek hangzik. Suzy, de te nem állhatsz csak úgy át. Csöld legyen, toothpaste boy. Fogkrém fiú, az mit jelent ez pontosan, ez valami slang? Suzy, jelentek, ez az én komádom. Én bajtársam. Ha, igen, toothpaste boy. Mit jelent a... hogy igen, most mehet a Suzy-nak a chatbe. De most ez mi? Annyira jó csapat leszek, hogy monogramokat írunk majd a csekjeinkre. Igen. És lesz nekünk ilyen ottalvós buliaink is, és megosztjuk egymással a titkainkat. Tényleg? Na mindegy, soha többé ne is lássalak titeket. Ha. Mi ez a fokrém fiú? Hát lehet, hogy nem kellett volna annyira a durán kezelnem őt, vagy bánnom vele. Nem tökéletes, legyünk velük inkább rendesek. Oké, és Krisz. Egyébként megint csak egy side note. Az is milyen érdekes, hogy azoknak a karakterekkel, a karaktereknek, akikkel itt találkoztunk lent ebben a világban, a profilképeik itt ezekben a textboxokban mindig ilyen színesek. Tehát például ennek a Realzinek is. Viszont amikor mi beszélünk, vagy a Suzy, akkor hagyományos, Undertale-es, fekete-fehér karakterek jelennek meg a textboxokban. Ez is jelent valamit, mert később kiderül. Ez egy ajtó. Bemész? Oké, hova vezessen? Mi tudjuk kiválasztani, hogy mi ez? Forest. Te már alapból ott vagy. Akkor field. Az ajtó kinyílt. Ez egy... Ezt nem tudtam, hogy ez az ajtó ezt csinálja. Teleport ajtó. Kiesett egy ilyen hülyeség? Nem tudom, mi ez. Hogy sebzett ez ilyen sokat? Nem védekezni akartam amúgy. Low on. Na, mehetünk tovább. Suzy, Lancer. Na, itt is vannak az emlegetett hőseink. Végre készen állhatok arra, hogy most, vagy végre látni fogjátok, hogy mi fog történni. Amikor ilyen puhán akartok, vagy nem tudom én, gyengén viselkedni. Egy olyan csapat ellen, mint mi, akik viszont mindenkit széttiprunk, aki csak az utokba kerül. Dark Jack Lancer, ez lett a nevük. Mi ketten. Tökéletes kombó, nézzétek meg! The Dark Lancer Fan Club. Ez lett a csapatuknak a neve. Ez volt a gonosz tervetek? Amúgy csak most formáztunk egy csapatot. Még csak a rendes bemutatkozásra csináltunk.
Kérhetünk egy kis nyugalmat, kérem szépen? Egy kis türelmet? Ja, bocsánat, bocsánat. Akkor kíváncsian várjuk a több folytatást is. És milyen ijesztő ez? Nagyon ijesztő hősök, ajaj. Most találják ki a gonosz tervüket, amivel majd szét tudnak minket szedni. De basszus, ez most tényleg megjelzett, nem tudom miért tököm, miért tudtok az innen ki. Jézus. Innen is ki fog ugrani? Innen nem. Jaj, jaj, jaj. Tehát belőle nem kérünk. Mit csináltak? Megkérdezzük. Na, valami nagyon gonosz dolog történik itt? Ó, ez... mi, hát sajnos csak kicsit rámondunk a dolgokra, és inkább falatozgatunk. Csak egy ízét tettem, egy reggelit, és az is egy krita volt, egy éhezett. Én meg nem is ettem semmit. És akkor most, ti ketten most mi a tökömet cseltek egészen pontosan? Megeszik a fát, vagy most mi ez? Hát meghostoljuk, amivel megkínáltak. Honey pot of salsa inside. Tehát volt valami kaja bent ebben a fatönkben. Eszünk belőle egy kicsit ebből a szalszából. Valamit helyrehozott. Recovered something, de nem HP volt, hanem valami más. Amit visszatöltött. Na mi az? Á, én nem tudom. Mit töltött ez most fel? Milyen jó... Mi volt ez? Ah, és most már kell menni itt a rengeteg út közül. Ah, egy újabb puzzle! Valamit tervezgetnek, de még nem láthatjuk, mert spoiler lenne később. Password. Mindenki elfejti ez a jelszót. Pedig oda fentre oda van írva. Ó, hogy is kellett ezt megcsinálni tényleg? Ezzel átváltjuk. Ja, yeah. Ó. Közül megcsináltak helyettünk a puzzle-t, viszlát, veszteség. Hello, hello, mindenki, aki most érkezett, hello, thanks. Hali, hali. Ja, erre még szükségünk van. A spoilert ezt itt nem hagyják. De ehhez meg milyen jelszó, ezt nem tudjuk. Jaj. Szóval itt van egy ilyen. Ennyi? Másik nincs. Öcsém, hát. Lehet, hogy csak három ilyen. Ez nem tudom a jelszót. Más nem ír. Itt nem ír semmit. Vagy lehet, ugyanaz a jelszó, azt mondjátok. Szerintem... csak nem. Na nézzük meg. Hát nem. Nem végig az úton lent. Ó!
Ah, oh, oké, okay, tehát akkor egy olyan, egy, ez egy trap volt, azt hiszem, ez egy káró. Ez, és akkor itt hátul pedig egy pick. Szóval. Ó. Oh. Aha. Oké, okay, és most kell átfeltenni. Na, egy kincses ládám. Valami karkötő. Még jó, hogy nem a izének Suzynak adtam oda, akkor átállt az enemy csapatba, akkor vitte volna magával az armort is, amit vettem neki. Na. Ez egy csomó defet az. Meg cute, ezt cukig leszünk tőle. Ez a játék, ez akkora hülyeség amúgy helyenként. Na innen van kisatírozva még a megfejtést. Annyit tudunk csak, hogy piros, fekete és piros színük. Én valaki azért tönkretette ezt a puzzle-t felettem, de mi tudjuk a megfejtést. Hát szeretnétek jutni? Természetesen mi elmondjuk. De először... Hát a first szimbólum egy szív. Pont olyan, mint a szerelem, vagy a szeretet. Segített ez? Jó, az elsőt akkor tudjuk, hogy szív. Minden szimbólum más, szerintem. Still see the colors they were... Oké, okay, igen, látjuk, hogy milyenek voltak a szemek. De ennél többet nem tud segíteni. Oké, okay, az első az egy szív, és aztán mindegyik szimbólum más. Első szimbólum egy szív. Aha, így. De ezt majd később át kell váltani, szóval még egyelőre hagyom így, és aztán végén fogom átváltani, mert... Vagy váltsam át most? Mondjuk így. Ah! Oh. Oké. Okay. Hé, hey, ez az én születésnapom volt, és ti nem is mondtatok nekem egy köszönést sem. Hát de. Álljatok meg és köszönjetek előtte. Ez magával beszélget, mert jó, hogy három feje van. Na jó, ünnepeljük meg ezt a születésnapot. Hát most ez megtámadott minket. Na jó, mi számíthat? Születésnapi kívánság. Valami másról kéne beszélni. Ja, hát mert nem mindenkinek van most születésnapja, csak egy-kettőnek közülük. Vagy csak egynek közülük. Mindenről beszélünk, aztán egy van, hogy csak bejön. Erről még nem beszélt. Hát ennek is örül. Na erről szereted beszélgetni. Meg tudom már neki kegyelmezni? Elfáradt. Ó, oh, még nem sárga. Jó. Elaludt le inkább csak. Na, most már jó. Amúgy ott lent is volt valami talán, nem? Let's see. Ja, a harmadik lyuk. Mi? Meg se néztem a harmadik lyukat és úgy találtam ki? LOL! Akkor ez valószínűleg szerencse volt.
Ez valami kovács. Fix item, fix us. Fix us! Ez még fel vagyok töltve maximumos élettel. Fix item. Ez valami tortát javított meg. Ó! Oh! Ja, hát felszedtünk tényleg egy broken cake-et. Egy törött tortát korábbról, amit most megcsapkodott a fejével. Jó, meg van javítva a torta. És... lehet, hogy több életet tölt következőnek. Vigyük vissza neki. Tényleg? El tudja fogadni a csávó, akinek megették a tortáját? Most elfogadna, hogyha most visszavinném a törött megjavított tortát? Mit adna cserébe amúgy szerintetek? Én ez nem rossz ötlet egyébként, amit írtatok. Field of Forest. Forestbe volt, hiszem. Ó, de hát ez nagyon messze volt, emberek. Na álljunk már meg, olyan szívesen megnézzék egy térképet, hogyha lenne. Nem. Én nekem ehhez nem lesz most türelmem. Ez nagyon messze volt, az még a pályának az elején. Lehet, hogy mégiscsak a fieldem volt. A fieldet azt megnézem még, hát esetleg oda vezet. Hát... ez is rohadt messze van tőle. Vagy nem? Elfelejtettem már. Nem bajlódok ezzel a hülye tortával. Az sem biztos, hogy valamit... az sem biztos, hogy segíteni. Én szerintem ez csak egy ilyen nagyobb HP töltőt tortát adott most nekünk. Meg most többen is azt írtátok, hogy nem feltétlenül éri meg visszavinni. Úgyhogy... haladunk tovább. De miért tökömet árultak? Valami sütit. Úgy kész, hogy szétfúgják közben segünket. 40 gold. Oké, okay, Lancernek a sütijét megvettük. Ezt elszaladtak. Vettek belőlük... mi a tököm? Elköltötték valami másra, amit tőlük lehetett venni. Megkérdeztetem, hogy a... fánk, amit most vettetek, ez hogy kerül most ebbe a tervetekbe bele? Hát a igazi jó terveknek van... nem tudom, van finomsága is, és nem tudom. Lehet, hogy ezért vettek, fogalmam sincsen. Miért mondja ezt, hogy Dr. Toothpaste? Mert úgy néz ki így oldalról, mint hogyha egy fogkrém lenne. Fogkrém tubus arra azért. Mindig ezzel cseszegeti. Na. Basszus, hát ilyen messziről rám rohanni, hát a világ nem látott még ilyet. Bloxer. Rearrange. Hogyan is kell most ezt kiválasztani? A C-vel? Aha. Hát ugye kellett pakolni egy szegénykét, hát nem tudja, hogy hogyan áll össze. Fejtor pothoch, tudjátok. Ez már működik. Nézként egy boxoló pókember. Igazatok van. Ez meg se fordult eddig a fejembe, de most, hogy mondjátok... valami gold volt benne, vagy nem tudom. Metal, amin. Ezek a táncoló... barakudák. Ott is egy lámindolládák vannak.
Revive mint. Újra élesztő menta. Esküszöm már, azt hiszem egyébként, Nomcsa, amikor ilyen üzeneteket meglátok tőled, hogy Zoli írtam. Mondtam, mi a tököm, Zoli, mit akar már intetsz? Oda nézek, és így, Jézusom, ez Nomcsi. Hát mi történt ezzel a lányjal? Na, mi történik most? Rajzol magának bajszot. Álcának, áruhának. Ja, hogy így nem ismerjük fel ebben a bajuszban. Milyen segítségre van szükséged? Hát az én gonosz tervemhez szükségem van egy kis segítségre. Hát hogy, hogy egy ilyen aranyos srácnak kell egy gonosz terv? Hogy bevágódhasson a király barátjának, Suzynak. Rész, hogyha ez nem egy barátság, akkor... Na mindegy, elfogadjuk, mit csináljunk segítségként. Hát ez itt van ez a nagy papíron. Bence, éld ki a fantáziát. Már nem tudom, miről írtok most már. Kicsit elveszettem a fonalat itt ezzel a csettel. Valami rosszban sántikáltok? Talán... Na, ez a leggonoszabb dolog egyébként, amit megmutatott nekünk a valaha, amit csak készülhetett. Ho-ho-ho-ho. Ez egy ilyen Let the Clown Generated Content Begin. Mi még a bohócok, és most mit csinálhatjuk meg a gonosz tervet? Mi legyen a gépezetnek a feje? Kacsa. Ah, ebből valami hülyeséget pakoltam múltkor össze. Most is egy hülyeséget akarok. Legyen egy kacsa, aminek az feje az ilyen rózsaszínes. Legyen a teste, legyen egy fánk, legyen egy, na hát a tank. Tank. Rózsaszín tank. Cipője. Kacsalábon forgó tank kacsa. Yeah. Rózsaszínbe az egész, mert ugye menő. Na ez a gonosz terv, amit most összepakolunk. Ez lesz ez a gépezet. Nagyon király, jól néz ki. Haha, megvicceltünk ezeket, idióták! Ott a terv. Megszerezték tőlünk. Ki lett váltva a sapi? Mi a tököm? Na jó. Már nem is jó rá, már nem tudom, valami megváltozott. Miért rajzoltatok ilyen... ilyen dolgot, ami... amit meg, úgy néz ki, hogy meg akarnátok csókolni. Mi a tököm? Miért akarnám? Na mindegy, szép munka volt, Lancer! Kacsákat fognak szarni. Ezt mondtam, vagy csak rosszul fordítottam, az is lehet. Na jó, nagyon szépen köszönöm. Trash you later. Elvitték a terveket. Oké. Okay. Mi ez? Ah! A tököm ki van már veled, hogy egyelek meg. Na, csöngettek az idődnek. Ki lett váltva a lábsmiley? Na nézzük csak, hol látok lábsmiley-t? Hála ének, sehol! Csehun. Viszont nagyon szépen köszönöm a biteket Ria Yellow-nak. Jaj, hogy én mennyire gondban vagyok a nevekkel, sorry. De köszönöm. Igazán rendes. Egy késő esti streamen. Most értük egyébként a 2 órát. Lassan.
A... Minek a hangja volt ez? Sötétedik a világ. Jaj, ott valami fent táncol. Ah, a tököm ki van. Ez a pokor ott táncol fent. Elég nehéz volt meglátni, de ott volt egy switch. Na jó. Senki nem fogja visszavenni, hogy gyorsan leveszem addig a sapkit. Jaj, basszus. Gabajodtam a mikrofonba, nem vagy szerencsére még ezt se vette észre senki, ugye? És akkor most mindenki azt hiszi, rajta van a fejem a sapka, és békjel is tudok játszani, tovább ez. Na. Nagyon jól érzite magatokat. Hogyan halad a trash machine készülő? Jaj, milyen gépezet? Hát tudjátok, a gépezet, amivel meg akartatok minket tölni, most előbb megterveztünk. Ja, hát... Majd az utolsó pillanatban fogjuk megcsinálni. Nagyon el kéne kezdenetek már rajta, amikor nekünk kell visszadni a gonoszokat, hogy dolgozzanak a terven. Ja. Sorry, beszakadott a stream előbb? Mitől lehetett olyan? Hát nézem csak. Á, most nem voltak droppolt frame-ek, ejtett képkockák. Na, hogyha viszont tovább haladtok a forestbe, akkor lesz valami labirintus ott, és teljesen el fogtok veszni. Anélkül, hogy valaki tudná nektek mutatni. Jó van. Ja, és most ő mutatja az utat. Megyünk a másik irányba. Mindig, mint amit mutat. Hé, hey, vesztesek! Várjátok csak egy másodpercet, hol van Lancer? Hát ő nem a jó irányba ment, szóval... Egyedül hajtátok, hogy elsétáljon? Látod, hogy neki is ilyen szürkés-feketés a chatbox mellett a képe? A többi karakternek, akikkel meg itt találkoztunk, lehet azoknál meg színes? Biztos tőlem el lehet veszve és eltévedt. Én nem vagyok se elveszve, sem összezavarodva. Sorry, Suzy. Nem akartuk, hogy aggódj miattam. Ez meg túl rendes, ez a rázi. Úgy nézek én ki, mint aki aggódik. Csak hát a rossz fiúknak ugye vigyázniuk kell egymásra. Ülés az utamból, megtalálom őt. Miért szürke a kép? És ezt elhiggyem. Mikrofon ügyek. Már esküszöm, kíváncsi vagyok ezekre a klippekre. Hát mi a tököm? Na jó, emberek, megnézzük. Mi ez a klipp, amiket készítettetek? Na várjátok, mégsem nézzük meg. Befagyott az OBS-em. Van még tárhely? Vagy csak olyan pillanat. Na jó, megyünk tovább, aztán, hogyha visszajön az OBS, akkor megnézem ezt a klippet, nem tudom, mit küldtetek be. Itt van a gépezet, közben megépült. What the fuck, Bence, mit csinálsz? Te ilyen későn menj inkább aludni. Ó, ma péntek van! Semmit se kell megnézned. Chris, ez a gépezet, amit dizájnoltunk. De szép, még valami tetoválás is került a seggére. Mi az ott, ribancrendszem? Hogy került ez oda? Így, hogy rózsaszint adtam neki, még jobban is néz ki. Fiatal a péntek, azaz. Na végre meg tudom nézni a klippet. Let me see.
Elég ez nézok meglátni, sapka. De ott volt egy switch. Basszus. Na jó. Ez ennyire hülyén nézett ki? Szerintem gyorsan leveszem addig a sapkit. Jaj, basszus. Beleakadt a sapka, na hát most beleakadt, hát most mi van akkor? Adjatok. Szóval, mi a tervetek? Nincs is tervre szükségünk, csak egy szabályra. Nektek sincsen kép. Miről beszéltek? Most csak trollkodtok, vagy tényleg nincsen se hang, se kép? Már nem tudok kiigazolni rajtatok. Mennyi troll nyugi? Oké, oké. Hálé. Ne csesszetek már fel, tényleg, hát itt vagyunk egy nyugis péntek estén, én úgy örültem neki, aztán egyszer csak kiderül, hogy itt egy ilyen trollokban álló chatem van, hát... Na, hát. Eltanuljátok a Lancertől szerintem. Szoltán, fú, ha nem lenné moderátor, már menne egy buff. Mikor fog történni valami ebben a játékban? Ja, inkább azt kérdezzétek, hogy mikor jön már a chapter 2? Azt, amikor ezt kérdés, most elfogadjuk, mert most én is nagyon kíváncsi, hogy mikor chapter 2, mikor jön? Amúgy még most az este, hogyha sokáig játszunk, még lehet játszunk a chapter 2-ről is. Na igen, szóval ha le tudtok engem győzni, akkor hajlandó vagyok átállni a jó fiúk oldalára. De hogyha vesztetek, akkor ti fogtok átállni a mi oldalunkra. Ho-ho-ho-ho! Let's... De nem tudtam most sem dönteni. Azért, mert ez még mindig csicskít engem. Tehát ez a játék elejé óta csak csicskít. Csak szétszerünk titeket így is, így is. See you! Susannek szerintetek bármi is fog hatni? Éneklünk neki. Hoppá, ez elaltatta. Micsoda gyönyörű szám volt. Lenszörnek mit mondjunk? X-anything, ez mit jelent? Pókolunk? It's working on me. Milyen jó közel... Cseszd meg magadat. Próbáltam közel maradni, azért túl közel mentem. Eskü, felmaradok arra a Chapter 2-re, hogyha e-mailt. Az első kijátszásra is kíváncsi voltam, amikor jönnek meg a Chapter 2. Hát... Na jó, én azért nem ígérem, hogy fenn leszek, mert nekem még vannak vágni valóim, és azokat még meg akarom csinálni, de holnap biztos megnézzük a Chapter 2-t. Mondjuk attól függ, nem tudom, mennyi van még ebből a játékból. Na az a baj ezzel, hogy... Azért ilyen későn, mert azért jóval kevesebben vagyunk, és azt a chapter 2-t azt szeretném azért, hogy az emberekhez eljusson. Vagy minél többen itt lehessünk egy jó kis streamhez. Hát, ha napközben egy picivel többen vagyunk. És közben ez felkelt? Megint éneklünk neki. Szoktam egy klippeket törölni, csak akkor, ha nagyon félrevezető címeket adsz neki, Zoltán. Képes csinálni ez a Zoltán vele. Vicces lesz, hogy az elején kiírta, hogy a Lancer motor igazából csak egy égő bicikli. És tényleg. Amúgy igen, nyugodtan moderáljátok le ezt a Zoltánt, ha kell.
Na, nyertünk, vagy nem nyertünk? Bocs, ezt most átskippeltem, nem koncentráltam. Azt mondják, hogy cheateltünk, de hogy túl kedvesek voltunk. Hát akkor viszont át, hogy álljunk az ő oldalukra. De ne várjatok tőlem semmit, csak az, hogy mindenkivel harcolni fogok. Na, örülnek neki, hogy visszatértél hozzánk. Ja, csak jussunk már haza. Suzy? Ez azt jelenti, hogy a mi csapatunk nincs többé? Hát ez azt jelenti, hogy... De továbbra is egy csapat vagyunk. Lehetsz a Lensurf fanklubnak, a mi csapatunknak. Tényleg? Csodlakozhatok a Lensurf fanklubba? Várjunk csak. Ha én a jó fiúkkal lógok, akkor... Akkor továbbra is megtarthatom, vagy megtarthatjuk a monogramunkat a Jackinkkel? Persze. Rá azért, hogy megcsinálja. Persze, megcsinál. Az a fej! Lancer joins the team. Yeah. Csak hogy nem sétál együtt velünk. Ez az ajtó, ez most mi? Miért nincsen ez még kinyitva? Ó, ez annyira király. Sosem voltam azért ilyen nagy csapatban. Az apám mindig arra kényszerített, hogy meghallgassam őt. És én... Vagy nem tudom, valamire kényszerített, tehát most nem tudtam lekövetni. Ja, valami másokat, akiket nem szeretett. Nem mindegy, nem nincs szükséged azokra a bohócokra többé. Most már velünk gengelsz. Velünk bondázol. Én továbbra is rohadt éhes vagyok, basszus. És olyan, mintha semmi más nem számítani, itt csak az, hogy ehessek. Loptunk kéne egy kis... loptunk kéne több pénzt. Nem tudom. De vagy süthetnénk később, az nem jobb ötlet inkább? Sütök neked majd később. Na jó, de akkor mi a csavar benne? Hát az, hogy neked többet nem kéne, vagy kicsit moderálnod kéne magadat, és te csinálj belőlem többet viccet, és akkor süt majd nekünk. Aj, Hapci, nagyon szépen köszönöm, ismételten azt a csír, vagy bit áradatot. Igazán kedves így egy éjjeli streamen. Na hát egy cukorka fan. Hell yeah! Túl magasan vagy elérjék. Na, aggódj, Suzy! Van egy speciális transformációm. Pont ez ilyen időkre. Tényleg? Figyelj és tanulj! Csapat. Lehajolt. Ez az ő speciális transformációja. Egy sámli lett belőle. Letette a két kezét a talajra, és úgy néz ki, mint egy sámli. Én is úgy nézek ki, mint egy sámli, ha leteszem a két kezemet a talajra. Na mindegy, erről már elérték. Milyen az íze? Még sosem kóstoltad? Hát én mindig is gondolkoztam rajta, hogy meg kéne kóstolni, milyen lehet az íze. De hát sosem engedték meg nekem ezt korábban, hogy én szedjek belőle. Nos, hát akkor tessék. Itt van, mondd el, milyen az íze. Ide adod ezt számomra? Azt hittem, hogy éhes vagy. Meggondoltam magam. Nézzétek, milyen jó fejlett végül ő, és ez a hideg szívű szar. Hála égnek! Kenti joins the team. Még a cukorka is. Jó, oké, csak edd meg. Azt hittem pedig, hogy a cukorka is csatlakozik hozzánk. Na, és milyen íze volt?
Ilyen barátság íze. Tényleg úgy íz, tényleg olyan volt. Disintegrated. Azt nem tudom, szétváltak. Fogai? Ettől. Ez elég szar lehet. Ja, de köszi, hogy megosztottad. Te egy jó barát vagy. Te is. Hát tiszta izé. Tiszta jó haverok, cimborák lettek. Igen, most már lejtenők között vagy. A fény harcosaival nyomulsz előre. Így igazán beteljesülhetsz. Tényleg? Tehát az én apám utálta a Lightenöröket. Hogy fordítsuk ezeket a Lightenöröket? Kik a fény hercegei, vagy kik vagyunk itt pontosan? És az apád boldognak tűnt? Hát nem vagyok benne biztos. Igen, most derül fény arra, hogy ő elég rossz viszonyban van az apjával, mert hogy mindent megtilt neki, mindentől elszedi, csak az ő akaratát érvényesíti egy kölkön, és emiatt neki soha semmit se szabad csinálni, mert így nagyon megjátsz, hogy ő itt a világ leggonoszabbja, de hát amúgy rendes csávó ez a Lancer, csak eltanulta a hülye viselkedést az apjától, aki tényleg gonosz. Ez chapter 2, így van, holnap. Na, az ott már Fountain. A kastély. Ahol az apja is lakik. És az, ami kijönött legfelül belőle, az pedig a... Ja, sötétség kutya. Utána hazajuthatunk. Biztos, hogy nincsen valami más... út inkább oda. Elég jól van őrizve az a kút. Hogyha esetleg oda megpróbáltak oda jutni, akkor talán megsérülhettek, bántódásatok eshet. Nem árt, Lancer, hát mindenkit szétverünk, aki csak nem a csapatunkban van. Szétszedjük őket. És mivel, hogyha arcolnatok kell, everybody bleeds, right? Mindenki vérzik. Ja, igen. Tehát mindenki vérzik. Ne aggódj emiatt. Mindenkit szét tudunk szenni. Földbe dögöljük, bárki is kerüljön szemünk elé. Úgyhogy pislantással látom. Mielőtt pislantanál? De Suzy? Mi az? Szerintem nekem sürgősen el kell mennem. És nem fogsz visszajönni? Várjunk egy percet, hát Lancer! Miért viselkedsz olyan furán? Suzy, várj! Lightning approaching to the castle. Kettő. Már ezeknek a kerülgetése nem az erősségem. Ismételten nagyon szépen köszönöm a Prime-ot, tényleg! Nagyon, nagyon rendes tőled, Péter, Peti, neked is. Alig várom már a holnapi napot. De még mielőtt chapter 2-zünk. Ezt a játékot is ki kell játszanunk, ismételtem. Még a végén kitérek azokra a dolgokra, amiket így megtudtam napközben, és érdekes fact a játékkal kapcsolatban, és a chapter 2 is hasznos lehet. Na, így fognak el minket egyébként, ez zárnak a börtönbe. Ó, Lighteners. Örökké be lesztek ide zárva. Milyen szar lehet nektek. Imádom nézni, hogy titeket így jól megbüntetnek. Ha-ha-ha-ha. Az örökké valóságig bezárva. Ez elég sokáig fog tartani szerintem, úgy hangzik.
Na, ez a Secret Jewel fight-ot, amit most is, ezt nem tudom, hogy micsoda. Erről ennek még nem néztem utána. Elég secretnek hangzik, szóval... Nem tudom, hogyan kell megcsinálni. Meg kell találnunk Suzy-t, még miért valami bántódása eshet. Vagy valaki mást bánt. Oké. Metal door. Ja, itt moszatot kellett tényleg enni. Nem, nem tudom. Kellett ezt egyáltalán enni? Megettük a moszatot, olyan moszatosnak íz lett. Az életünk moszatolódva lett. Hát... Mit kellett itt csinálni? Edettem az almoriba, mert olyan divatosnak nézett ki az a lánc. Mi lehet mögötte? Még több fal. A repedés mögött még több fal. Mit találtál, Krisz? Ezt a zöld cuccot miért tetted bele a szádba? 2 perce vagy még csak bezárva, és már is moszatokat eszel. Számoltam olyan az időt, tényleg 2 perce voltunk itt? Szóval nem telt semmit. Ne adjuk fel. Csak én akartam mondani, hogy nagyon örülök, hogy találkozhattunk. Hé, ti idióták, csönd legyen már! Próbálok koncentrálni, próbálok éppen. Suzy, hol vagy? Nem tudom, egy börtönbe talán? Igen, juttam ebből a cellából. Ott van a megfejtés. Ja! Elvette a kulcsot az egyik őrtől. Kidobta a kukába. Menetrend hol található? Hát, nem nagyon van most még menetrend, annyi, hogy kb. Megadtam a stream időpontokat. És az ott lent a névjegyben látszik. Van egy ilyen kis app, hogyha... A telefonra sajnos nem töltődik be, de PC-ről látszik. De amúgy van egy ilyen schedule rész is, azt is használhatnám, azt szerintem telefonról és PC-ről is megtalálható. És akkor ott... Hát így kb-re megadtam, hogy mondjuk hétfőn, kedd, szerdán és csütörtökön, de most pénteken is van stream. 19 óra környékén. Na segítsünk neki megfejteni a puzzle-t, és akkor ki tudna jutni. Miért tettek egyáltalán ide ilyen puzzle-t? Na mindegy, ilyenekben nem is kell belekérdezni. Szóval a speed, meg a diamond. A diamond az a káró. Ezt switcheljük meg. Aztán adjunk hozzá egy... azt nem kellett valami megswitchelni. Diamantot. Switcheljük meg. Ezt elcsesztem. Na mindegy. Ilyet is switcheljük meg. Nem működik, na. Kezdjük akkor először ezzel, de még ne switcheljük, hanem adjunk hozzá. Switchelni kell majd. Csináljam. Na jó, először hozzáadjuk akkor ezt a gyémántot, oké. Okay. Ja, most meg switcheljük, én csak. Csak most egy ilyet. Ja, oké, ez a speed. Igen, ez zavar meg, hogy a speedet ezt nem tudtam hirtelen. Az a pick akart itt lenne szerintem. Na, megvan a kulcs. De nem tudom, hogy most ezt ki akar minket szabadítani ezzel, vagy... Igen, ez a rész az telefonra látszik, hogyha a schedule-ben íródik ki. Na, akkor azt lehet inkább ott kéne. Jól fog lenni ezt, Suzy, nem kell őt félteni. Csak csukjuk be a szemünket és gondoljuk, képzeljük el, hogy vajon most mit csinálhat éppen.
Na, ki kell jutnom innen. Hova menjünk? Jobbra vagy balra? Jobbra. Krisz, te mondtál ott valamit? Hát, ja, ezt így megkiáltattok, hogy jobbra! Ah, mindegy, nem hallom őket. De nem csak ebben az irányban indulok el. Hát ez balra van. Hát ez egy zsákutca. Ez Lancernek a hangja. Ah, egy újabb hülye puzzle. Jó, lehet, hogy vissza kéne mennem, hogy kiszabadítsam Chris őket. És legyél benne biztos, hogy ők. Lancer. Mit tervezel? Na mindegy, megcsinálom én magam. Megértetted? A cellába kell, hogy maradjanak örökre. Nem szabadulhatnak onnan ki. Különösképpen a lila. Lancer. Susie! Mit csinálsz te itt? Chris és... Ranzi... Tovább, be vannak zárva. Még mindig be vannak zárva. Tudom, tudom. Én voltam az, aki bezáratott titeket ide lentre. Azért, hogy... itt lent tartsák titeket örökre. Te Lancer, te meg akartál tőlünk szabadulni? Azt hittem, hogy egy csapat vagyunk. Meg tudom magyarázni, Suzy. Teljesen rendben van, megértem. Semmit se kell mondanod. Értem, vágom. Vágom, tudod? Miért is akarna bárki az én barátom lenni egyébként is? Suzy, nem ez a helyzet. Kussoljál! De! Kussoljál! Edd le az arcát, Suzy! Edd le az arcát! Tűnés az utamból. Hallottál engem? Tűnés az utamból. Nem. Úgyhogy rögtön, hogy tényleg itt szomát. Nem hallottál engem? Próbáltalak figyelmeztetni. És ezért ne számíts arra, hogy bűnösnek fogom érezni magam. Amikor feltörlöm veled a padlót. Most én itt most melyiket irányítom? Most a Suzyt irányítom? Támad ezt helyettem! Au. Igen, tart még a streaming, de még éppen sincsen emberek. Fiatal még az este. Kivétel Romániában, ott már... ott egy órával több. Támad vissza. Tudom még sebzőni. Csak egyszerűen szétveri. Vagy ha meg akarsz halni, hát legyen. Valaki japán... miért? Valaki japánból nézi a streamet? Suzy, tehát elvétetted az ütést? Én nem akarlak megölni téged. Csak menj arrébb, kérlek. Suzy... nem engedhetlek titeket ki. Különben meg kell küzdenetek az apámmal is, és ő meg fog titeket egyesével ölni. Hogyha legalább itt lenn maradtak, akkor egyik őtöknek se kell megsérülnie.
Nem ölöm meg, megígérem. Én és ő, mi csak átbeszéljük, nyugodt stílusba, tudod? Nem hiszem, hogy az apám olyan típus. Hey, Lancer. Egy csapat vagyunk, nem? Come on. Semmi sem állít meg minket. Ja, igen, igazad van. Hát egy próbát talán tehetünk. Tudok benne segíteni. Megyek és beszélek az apámmal. Megpuhítom. Na, így már alakulunk. És el is indult. 6:43 van Tokióban. Lol. Suzi. Igen. Továbbra is barátok vagyunk. Természetesen. De csak akkor, hogyha szeretnéd, de... See you. Ah, ki kell találnom valamit. Mondjuk azt, hogy kiítja a ketrec hajtaját, mi... Na, itt vagyunk. Na, itt van, jó van. Na, jöttél, megments minket. Tudtok, hogy legbelül a szíved mély, te is egy hős vagy, Suzi. Na, azért... Csak szerencse. Hogy nem tudom, hogy lehet ezt mondani. Nézzük hát a final boss fightot, emberek. Be vannak ide zárva a szörnyek. De ezek ilyen gyerekjátékok egyébként megint csak. Vigyázz, Bence, mögötted. Mögöttem green screen van. De ki tudja, mi van a green screen mögött? Hm? Lehúznám, és egy ilyen... Tényleg, egy horror, egy ilyen ijesztő arcot lenne, ki tudja. Hey, Razi. Tudod, hogy Lancer apja a király? Igen. Találkozzunk kell vele, és szerintem nekünk... Meg kell őt bántanunk. Suzi. Simán legyőzhetnénk. Csak tudom, hogy ez nagyon nem a ti stílusotok. Sokkal inkább... Nem tudom, inkább azzal a szóvakkal harcolom. Szóval arra gondoltam, hogy... Én is megpróbálhattam azt. Suzi, ez csak nem azt jelenti, hogy te is végre... Inkább ektelni fogsz így beszélni, cselekedni, ahelyett, hogy támadnál. Na, egy próbát megér. Oh, továbbra is hajlandó vagy megcsinálni majd ezeket a tortákat? Persze. Abban a pillanatban, amit nem fogsz viccet csinálni belőlem. Na jó, akkor ilyen tökezve rá vagyok kényszerítve, azt hiszem. Na, akkor megsütöm neked a tortát. Annyit, amennyit csak szeretnél. Hát, ha kijutunk innen élve? Nem? Itt is, ha megállunk. Hey, Krisz, várj egy picit. Most veszem csak észre. Sokkal egyszerűbb lenne számunkra, hogyha... Hogy úgy tudjunk eltűnni, hogyha egymással mozgunk egy kicsit jobban. Szóval következik, hogy a harcolunk egy ellenséggel... Azt sem, amit mondasz. Hallgatok rád. De nem mondj nekem semmiféle hülyeséget. Különben kiakadt, gondolom. Bízok benned, okés? Suzi, most már tényleg csatlakozott a partinkhoz. Ó, Máté, hát hol van még ez a Space Dragons? Azt még nekem meg kell vágni, hát hosszú lesz nekem még ez az este. Wow, ne támadj, please. Adjál, cseszedje meg! Hülye gárt, ezeket ki se lehet kerülni.
megpróbálunk bókolni nekik, miközben... Tényleg azt akarod, hogy bókoljak számukra? Tudni, csak próbáld meg. Hát ez nem hiszem, hogy annyira meggyőző dolog. Ezt így meg tudunk megkegyelmezni. Másiknek is. Csak Suzit találják el. No. Alakulunk. Ó, oh, ez a bejárat volt. Ne szórakozz, hogy ez így visszakerült. Ez itt mi? Pénz? Amit egy family fotó. Szerintem milyen fotó az. Csapdák. Lent is az van. Lent kics van. Valami szendvics. WC. Vasláncot nem adom-e fel Suzira. Vaslánc. Suzi. Tényleg van egy vasláncunk. Köszönöm a tippet. Jaj, most jön a hülye puzzle mester. Na, erre emlékszek, ez de idegesítő egy jelenet volt. Ki van ott? Ez erre valahogy mindig a metatol jut eszembe. A legnehezebb puzzle-eket adó teremtmény. Jajtja. Tessék, az első puzzle. Megcsináltuk. Damn it! Ez metaton. 2.0. Ennek a játéknak van egy furcsa humora. Júj! A tököm ki van. Egyszerre ketten, gyertek akkor rám. Flörtölj nekik, te meg kegyelmezd meg akkor. Flörtölni sem olyan egyszerű. Na most ez mi? Most így próbál meg. Gyakran jártak ide? Ez volt a flört. Annyira kellemetlen érezte magát, hogy inkább elment. Hey, get back! Még nem végeztem a flörtöléssel. Ő maga Papyrus belépnehet csapatba. Érdekes, hogy Papyrus-szal meg alig-alig... Gondolom, meg alig-alig tudunk valamit, hogy Sans ugye mégiscsak tessók, nem? És Sansnek ilyen tök jó képességei vannak, tényleg ő tud ugrálni a különböző dimenziók között az időben, stb. De Papyrus... Ő mit tud pontosan? Ő miben különleges? Egyszer jelentek meg a semmiből a szörnyek világába ők is. Papyrusra még sem nagyon tudok semmit. Na, a csapda már megint. Ez ő a mester, vagy ki van itt? Ó, hát igen. Na jó, nagyon finom spagettit tud csinálni, ez tényleg igaz. Na, ezt figyeljétek.
Hogy lehetséges ez? Itt be lehetett menni? Itt valami party van. Na, boss fight-e vagy sem? Itt még van egy shop. A puzzle mester shopja. Mik azok a kukacok? Hát... Ilyen ember kardot. Nem éri meg, minek? Megcsíga nélkül is. Ez mi a dákom? Hát semmi. Ez valami korábbi puzzle, amit össze kellett volna nekem pakolni, vagy most miért jó volt, hogy ezt így végignyomogattam? Megérkeztünk. Jaj, ne még hülye puzzle mester, te mit akarsz? Azt hittem már boss fight-hoz élünk. Végigcsaltuk a puzzle-jeit. Bármi is legyen ez, megpróbál ezzel megállítani minket. Hát ez az ellenség korábbról, csak a koronája most egy kicsit máshogy néz ki. Hát nem, tök ugyanúgy néz ki a koronája. Nem, most ez az én kontrollom alatt van. Azt csinálja, amit én mondok neki. Nem, mint hogy a fájdalom közepette lenne. Nem, tök ugyanúgy néz ki, ugyanúgy mosolyog. Az én, a korona hatalma rajta, az fájdalmas számára. Ó, basszus. Na most Suzy, úgy küzdjünk meg vele, hogy nem csapkodod. Na, Suzynek az ötletét bevethetjük, és az micsoda? Van valami ötleted? Hát nos, hogyan is mondjam? Szükségem van ehhez rátok. Na, Suzy, itt vagyunk, segítünk. Akkor, bocsánatot akarsz kérni korábban? Nem, nem, csak azt szeretném, hogy maradjatok egy helyben. Hát ez nekem már nem jött volna össze, eltüsszentettem magamat, basszus. Szóval csak maradjatok stabil? Mereve. Köszi, amiket az ex-eket. Yeah. Most nekem kell eldobnom oda rá az itt. Oh yeah, hozzáértem. Koronájához. Ah, de olyan nehéz az a szörny. Mindig rámuklik azzal a nagy lábával. Na, akkor dobjuk újra. Hát ez már kell élettöltés. Dobjuk újra. Három, elég is volt. Készítek seket tényleg? Brilliáns, egyszerűen csak brilliáns. De ez még csak egy barátságos teszt volt a képességeitekre. Ezt most megnyertétek, de... Luck be with you, heroes. Na jó, hát ez szerintem bevágódtunk, meg nem tudom mit magyarázott ilyen sokáig, de hogy úgy tűnik, hogy minden rendben van. Itt a trón. Szét van szedve ez az egész trónszoba, mi történt? Hey, hey. Na, itt van Lancer. Na, meg az apja. Apám. Lancer fiam. Az dispatch azt mondja, hogy elkaptad ezeket a lightenerszöket? Hát, nem, de... Van egy sokkal jobb hírem.
Nem is kell velük megharcolnunk. Azt mondták, hogy csak szívesen beszélnének veled, és... Élve vannak. Meg élve vannak. Igen, és köztük van Suzy, ő egy nagyon-nagyon lila és erős, és... Hol vannak most? Hát... pont itt előtted, király uram. És most a vége a játéknak. Nice to meet you. Sir, my son. Igen, és apám? Emlékszel, hogy mit mondtam neked korábban? Hát, hogy ne kötődjek hozzájuk? Hát ezt bizony elcseszted. Megmérgezték a mentalitásodat. Szabadítsd meg magadat, Lancer. Ők nem törődnek veled. Az egyetlen céljuk az, hogy elpusztítsák a csodálatot, Glorious Fountain-t. Nem, nem ezért vannak itt. Mit mondtál? Engedj el! Azt akarod, hogy engedjem el? Akkor mit szólsz ehhez? Ledobom a épület széléről is darabokra. Meg akarja jönni a saját fiát? Ha nem térdeltek le előttem, és nem tanuljátok meg a helyeteket, akkor ledobom. Na mi lesz? Mit döntötök? Lightroom-os. Ne hallgass rá, Suzy! Letérdeltünk! És most figyelj, Lancer! Figyeld és nézd végig, hogy mi fog történni a hős szeretett Lightener szöjtjön. Mi a... Te áruló, gyere ide! Na, most már aztán elég. Mit gondolsz, hogy ki vagy te? Az én embereimnek én egy hős vagyok, és ti? És mi az, ami kilóg neki onnan középről a hasában? Én vagyok a rossz fiú. Mi az a farok, amit onnan kihúzott középre? Na, hát beszélgessünk vele, és mondjuk Suzynek is, hogy védekezzem. Tudna, akkor mehetne egy Evil Jevil Fight, de nem tudom melyik az az Evil Jevil Fight, egyáltalán az se, hogy ez a neve, vagy hogy jól ejtem el a nevét. Na mindig valószínűleg ezekre nem nagyon, vagy erre nem nagyon hat a beszéd, szóval nem is tudom miért próbálkozok vele, lehet nem talkolni kéne. De ugyanakkor viszonylag barátságosat szeretnék dönteni. Hő, Billy Eilish. I'm a bad guy. Neki, és hogy ő is beszéljen velem. Már fenyegetőzik inkább Suzy. Ó, új képességek jelentek meg nekik. Jézus! Most egyszerre hármunkat sebez. Nincs elég TP pontom. Hát akkor defend, defend és defend. Ó, bakker, majdnem tökéletes volt. Mindig elég sebzett a védekezés miatt. Na, most már akkor Red Buster tudom nyomni. Azt a rohadt, ezt így akartuk? Hiszen lehet egyébként vele beszélni egyáltalán? Mi nem vagyunk azokkal nagyon beszédes típusok, mi csak így ölelkezni tudunk.
meg kihíl mindenkit. Nem, hogy tudok én is beszélni velem. Akkor a többiekkel megvédekezünk. Tifando és Tifando. Bekussoltat, ennyi. Ó, bakker, hát... Lehet Buster jöhet. Egy támadás ez. Jó, most beszélgetünk vele mindenkivel. Biztassuk talán? Még azt még nem próbáltam ki. Többiek meg defendelhetnek. Ezzel valószínűleg a többieket biztattam, én tudom. Nem sok kiáltunk maradt. Dual heal. Már egyre gyorsabb ez a keret! Megeszek egy ilyen cukorkát. Sötétség uralkodni fog. Na de mennyi ideig csináljuk amúgy ezt velem? Mert hogy mi az, ami hat-hat rá? Ugye nem attakolnom kell. Szóval törés, ez tök rossz. Rácsekkolunk, hát ha valami kiderül rajta. Semmi nincsen leírva róla, semmilyen attack vagy ilyesmi. Na jó, hát akkor rendbusterözünk, hát akkor támadjuk. Ez valami más? Még nem láttam, hogy fogy az élete, és akkor azért idegült így be, vagy mi? Bakker, milyen nagy találtam. Jó amicság, vagy most csak kitartónak kell lennem? Mi a feladatom? Nem akarok támadni, de most több támadás lesz. Jó, igazából... Ha számít ez a végjátszásunk szempontjából, hogy most akkor massacre, vagy mit tudom én mi... Tök mindegy. A vége az a játéknak úgyis nagyon hasonló, szóval... Meg már egyébként is buktuk volna, szóval nem a királyon múlik az, hogy most milyen lesz ez a végjátszás. Úgyhogy attakolunk, akkor legalább biztos lesz belőle valami. Kíváncsi, hogy le lehet-e fagyasztani. Ja, nem lehetett lefagyasztani. Na, valami történik. Látom, hogy nem tudlak titeket legyőzni.
Teljesen kifáradtam ettől a hosszú harctól. Lehet, hogy túl kegyetlen voltam. Az igazság az, hogy én nem voltam mindig ilyen. Volt egyszer, amikor a Darkness és a Lightness harmóniában éltek, a fény és a sötétség emberei harmóniában éltek egymással. És ki tudták egymást teljesíteni, és békesség volt. De most mi van? Miért van ilyen nagy hasa? Kérlek, tegyétek le a fegyvereiteket. Ez egy, lehet egy barátságos, van ennek egy barátságos megoldása is. Come on, Susie, te is tedd le. Ott maradt egy pixel a Susie-ból, azon a ponton, ahol állt. Egyikük sem akart igazából harcolni, királyúrunk. Mind barátok lehetünk, Mr. Király. Igen, barátok. Ez elég aranyosan hangzik. Az én elnézésem, vagy én elnézést kérek, én ehhez nem vagyok hozzászokva, hogy így harcoljatok. Az én testem teljesen elgyengült. Ó, egy szót se többet. Felhíleli. Tessék, felhíleltük. Na, most már maxra vagy hírelve. Érzed? Megszű. Na, ennyire éreztem. Soha jobban. Te. Ezzel megvédtük. Kisz. Számít ez még? Ez maga a gonoszság, maga a kegyetlenség. Tessék, hátra lettem lökve. Ez egy zombi. Egy nagyon kövér zombi. Te vagy a vezetőjük, ugye? És mégis mi a terved? Adj nevesek ezen még egyet. Meg se tud szólalni, mi? Árulj el a titkot. Az ilyen csöndes figurák, mint te, rohadtul felcsesznek. Hé, hey. Tűnés az én barátomtól. Hehehe. Vagy mi fog történni? Valószínűleg nem vetted észre, hogy mennyire... kipáradt vagyok, Lightener, ő... Inkább mi, nem? Ja, lehet, hogy ő magára gondolsz, ugye, hogy egy ütés tőled megöl engem. Miért nem próbálod csak meg, Lightener? Ölj meg, és mutasd meg a fiamnak, hogy mennyire is törődtél te velem. Vagy velünk. Na, ez olyan lesz, mint a Star Wars-ban, állj át a sötét oldalra, ez az öld meg az apád, és akkor... Na mégis, mi a terved? Alára fogsz engem mutatni beszéltel? Oxygen not included. Hú, hát én abban már nagyon bele... Nem tudom, fájdultam, vagy hogy mondják ezt, szóval... Oxygen not included-ozni, az... Not included-ozni, azt még nem szeretnék a közeljövőben, de még lehet egyszer később előveszünk, hogyha lesz valami update, vagy ilyesmi. Győzz meg! Mivel győzöm meg arra, hogy nem ölsz meg? Vagy hogy ne öljelek meg téged, bocs. Just wait a second. Mire várjuk? Miért lettem hirtelen olyan álmos? Sweet little pumpkin. Hé, hey, ez más befejezés, mint ahogy múltkor játszottuk. Mi történt? Most nem ugyanaz van, mint amikor az előző első végjátásában mentem. Hé, hey, Chris, minden rendben? Mi van? Elaltatta? That was close, Susie.
Ó, emlékezett a Pacify Spellre, amit tanított nekünk ő. Elaltatta az altató mágiára. Emlékszem, ez múltkor ez teljesen más volt. Múltkor az volt, hogy egyszer csak az utolsó pillanatban megérkezett a gyerek. Ugye a gyereke, a Lancer, megérkezett egy csomó-csomó szörnyel, és miközben mi itt harcoltunk vele, összeszedett egy csomó szörnyet, hogy egyesítsék az erőiket, és közösen elragadták a gonosz királyukat. És akkor Lancer volt a megmentünk. Most hogy ezt a befejezést kaptuk? Most közösen volt ehhez Lancernek, itt hagyott minket. Pedig az milyen szép volt. Krisztus, én nagyon sajnálom, mivel én felhíleltem a királyt, aki most majdnem megölt minket. Igazad volt, Suzy, én túlságosan bolond voltam, és túlságosan puhán, és kegyesen viselkedtem mindenkivel. Nem mindig a kedvesség nyer. Ah! Szóval azért kaptuk, mert nem voltunk mindenkivel tényleg kedvesek, és most ezt a tanulságot mondták le a karakterek. Hát ez igazából bonyolult. Néha az emberekkel csak harcolni kell. Na, Lancer. Mindenki, rendben vagytok? Lancer, hello, hello. Hát, egy kicsit megvertük az apád. Teljesen rendben van, ez meg szokott történni. Úgy tűnik, mint aki csak szúnyókál egy óta. Most mi van? Lancer, mi volt ez a hang? Hát éppenséggel azért akartam, jöttelek titeket figyelmeztetni, és informálni titeket arról, hogy közben harcoltatok az apámmal. Mindenki teljesen kiakadt közben? És most áttörtek az ajtókon a szörnyek. A trónszobában. Mi van? Hát ez nem a legjobb hír. Múltkor a szörnyek a mi oldalunkon voltak, és kedvesek voltak, és jöttek segíteni nekünk, most meg lázannak. Hisz, Suzy. Sietnünk kell a kúthoz. Nincs időnk elköszönni. Jaj, de rossz szóvic volt ez a bad guys, bad boys. Jaj. Sokat tanultál. Ez a Sense Junior. A legrosszabbtól tanulhattam. Hát igen, mert ő rossz fiúságból itt, most a Suzy volt a legjobb. Na jó, megállítom, hogy ne tudjanak áttörni az ajtón. Later dude. Okay. Hát itt más lett egy kicsit, igen. Hello Zsolti, hello, hello. Suzy, Chris. Hogyha el kell köszönnünk, akkor... Ezt akartam mondani én. Én nagyon élveztem veletőkkel, kettőtökkel lenni, és... Na, bőg már ki vége. Mégis mit csinálsz ott a sapkád mögött? Alig hallok belőled valamit, haver. Nagyon sajnálom. És ki más? Mint Ezreal. Remélem, hamarosan láthatlak titeket. És akkor sütünk tortát? Yeah, persze, persze. Hello, haver. Na, menjünk, Chris. Hát igen. Visszatok nem érte? Nem. Tehát Ezreal és Ralzi egy anagram, ugye, meg vannak cserélve benne betűk. Hát nem véletlenül ő az. És hogy miért ő az? Vagy miért ő volt, amikor levette a sapkát? Na mindjárt az is kiderül. Hogy került ugye ő ellentre ebbe a teljesen másik világba, ahol azt se tudjuk, hogy mi is, hogy hogyan tökönbe csöppentünk be. Hát mi csak elmentünk Krétáért a raktárszobába, és egyszer csak kikötöttünk egy tök másik világba. Ez hogy lehetséges?
és eddig csak kitalált élőlények voltak itt lent velünk. Mégis, egy másik élőlény, aki tényleg létezik a valóságban is, ezzelik elő, hogy került? Itt az idő, hogy hazajussunk. Ahogy belenéztünk a kútba, valami furcsát éreztünk. Mint hogyha világítana a lelkünk. Mit jól, én nem látok semmit. És hol voltunk egész eddig? Ugyanott, abban a raktárszobában. Vagy hát ez egy használatlan classroom. Sima osztályterem. De hogy kerültünk mi ide? Hát ugye csak réteget jöttek, aztán nézzétek, mire megtalálták a light switch-t, ennyi minden történt. Mi történt, Chris? Ez egy álom volt, vagy valami más? Mindenesetre, amit akartam mondani? Jó, hogy galfiztok, hogy nem találtam meg azt a krétát. És itt vagyunk. Az egészet csak játszottuk. Nagy valószínűséggel. Ha megnézitek most az itemjeinket, akkor ball of junk van nálunk. Tehát mindenféle szemét, amit összeszedtünk. Ha megpróbálom eldobni, akkor azt írik, hogy nem nagyon akarom arrébb helyezni, vagy eldobni. De hát, ha nagyon ragaszkodunk hozzá, akkor eldobom. A kezünk így remeg, miközben ezt a ball of junkot a földre dobjuk. És összetörött darabokra. Olyan keserűnek érződött. Igen, a dolgok, amik ebben a világban minket körülvettek, azok itt voltak, a saktábla figurák, azok a plüssök. Látjátok? Ez például hasonlított a lenti, hogy is hívják rá a Lancerre. Ezek a kártyák, ezek a Lego kockák, hogyha esetleg lett volna nekünk lent kardunk, vettem volna kardot, akkor itt a valóságban csak egy ceruza lett volna a kezemben. Ugye ott egy ilyen karbon, egy ilyen nagyon menő szén kard lett volna bennünk, nálunk, de igazából az egy ceruza, hiszen abban is ugye annak a közepében ott pont ugye az van. Tehát itt vagy valami nagyon komoly LSD party ment, vagy csak a gyermeki elme elkalandozott, és annyira beleélték magukat a játékba, hát emlékeztek például elején, nem nagyon akart ezzel a játékkal játszani, mindig csak haza akart jutni a Suzy, mindig csak menni akart, és akár mondtunk neki, nem hallgatott ránk, csak hagyjál békén, mit tudom, tehát olyan nehéz volt rávenni őt a játékra. De aztán látjátok, hogy elkezdték a különböző karaktereket belevinni a sztoriba, és hirtelen a Suzy is mennyire belejött, és aztán, hogy megkedvelt minket is, és aztán végül tényleg így barátként hagytuk el, pedig tényleg csak a krétáért mentünk, és hát ugye az időre se figyeltem, annyira belemerültünk. Szóval valószínűleg ez itt a magyarázat, hogy itt egyszerűen csak számunkra ez egy ismerős hely volt, és újra játszani akartunk, és hogy miért pont Ezreal, akivel még lent találkoztunk, mert igen, az volt a nagy különbség, hogy akik valós személyek voltak, azoknak ilyen fekete-fehéren voltak ábrázolva a karakterdialógusuk, és akik pedig a játékban kitalált személyek voltak, azok pedig ilyen színesen voltak ábrázolva. És Ezreal, aki még lent volt velünk, ő szintén színesen volt ábrázolva, mert hát ő nincs itt. Ő ugye elment a főiskolára, és egyedül hagyott minket, és azóta ilyen iszonyatosan magányos ez a gyerek, ez a Chris. Azóta ilyen introvertált, senki nem törődik vele, senki sem játszik vele, mindenki leszarja. És volt neki ez a szoba. Ahová valószínűleg gyakran bejártak játszani még Ezreallel, amikor fiatalabbak voltak. Mert erre vannak utalások, itt közösen rengeteget játszottak itt a suliban, már csak azért is, hogy a Toriel az anyjuk, tehát tanár, valószínűleg gyakran jöttek ide játszani. Csak hát miután elment, és így egyedül maradt ebben a világban ez a Chris, emiatt biztos ilyen nagyon szarul érezte magát,
És valószínűleg nem a sötétség miatt nem akar bemenni abba a szobába az elején, hanem a régi rossz emlékek, hogy... hogy azóta mennyire magányos, és... nem tudom. Valami ilyesmi teóriákat hallottam róla. Na, valaki hív. Torian, Krisz. Mégis mit csinálsz? Itt ülök már a tüzében. Kocsiban már régóta. Fél óra jön, a vége van a sulinak. Hívtalak, azt nem vetted fel. Hagyod a szegény anyádat, hogy aggódjon, érted? Ezért jó, meg jól megbüntetlek ezért. Ó, hogy szereztél egy barátot? Ó, hogy egy új baráttal töltötted az időt. Na jó, Krisz, most az egyszer kivételt teszek. Hagyom, hogy egy kicsit tovább kalandozzatok. De... aztán hazamegyünk. És hamar ágyba fekvés lesz. Úgyhogy... találkozunk később, édes. Na hát én megyek, igazából nem akarok ennél jobban körbenézni. De nekem kell hazasétálnom most, mégsem vitt el suliban. Na igen, és akkor ugye az alternatív univerzum, amiről még beszéltünk, hogy... hát itt van Undyne. Hey punk. Get out of the road. Forgalmat blokkolod, hát tűnési nem. Ja, te nem Oscornak a fia vagy? Na akkor lehet, hogy ezzel szemben egy kicsit elnézőbb lesz. Megvan mind a két szeme. És tudom neki mondani pár dolgot. Segíthetünk neki. Beszéltünk erről a sötét világról, amit átértünk. Vagy Alphysról. Figyeljétek. Alphys? Ki az az Alphys? Ötletem sincs, hogy kiről beszélsz. Valami illegálisat csinált? Itt ebben a világban nincsenek együtt? Hát az előző azzal lett véget, hogy véget ért, hogy összejöttek. Tehát akkor ez vagy előtte játszódik, de ugyanakkor itt már nagyobb, tehát ez nem játszódhat előtte, hát itt az Ezreal az már főiskolás. Szóval ezért mondom, itt biztos, hogy csak ez az egyedüli egy magyarázat, amit el tudok képzelni. Ezek alternatív univerzumok. És ebben a világban, ahol nem sodorta őket össze a Barrier és a mit tudom én, itt nem jöttek össze az Undyne-nal. Tehát csak olyan dolgok történtek meg, amik a személyiségből adódóan megtörténtek volna így is úgy is ezekkel a karakterekkel. Például az, hogy elvált a... hogy hívják, a Toriel és a... az Asgore. De hogy például itt van Sense is. Tehát, hogy így... és figyelj! Comic Sense-szel természetesen. Na nézzenek csak egy kisétálgatét. Hát hogy vagy, kisrác? Neki is kettő dolgot mondhatunk. Great to see you again, tehát hogy örülök, hogy újra látlak, vagy ki a pokol vagy? Ki vagy te? Na most, hogyha azt mondjuk neki, hogy mégis ki a pokol vagy te, akkor csak simán így bemutatkozik, hogy hát igen, nem találkoztunk, hát ez a Krisz, ez most találkozik vele először. Hát honnan kéne tudni, hogy ő kicsoda? De ha azt mondjuk neki, hogy great to see you, tehát örülök neki, hogy újra látlak, ami egyébként egy teljesen idegen választás lenne Krisztől, hiszen ő nem találkozott még vele, de mondhatjuk neki, hiszen mi, a játékos ugye ismeri már Sense-et korábbról. Ja, ugye milyen király, hogy találkoztunk? Pláne úgy, hogyha azt figyelembe vesszük, hogy mi még sose találkoztunk ezelőtt. Úgy csinál, mintha ő is most találkozolnék először, de látjátok azt a kacsintós izézat? Tehát ez a kacsintás, ez nem véletlenül van ott. Sense az amúgy egy ilyen furafal, ő pontosan tudjám egyébként, hogy a játékossal már találkozott. Ezt mondom, hogy ez a... Sense csak akkor kacsított az eddigi dialógusaiban, amikor pontosan tudtuk, hogy nem úgy gondolja, mint ahogy gondoljam. Az én nevem Sense. Sense a Skeleton. Teljesen új vagyok ebbe a városban. Mi a helyzet? Ja, hát ez a bolt itt mögöttem? Hát ez egy...
ilyen grocery store. Vélhelyül sem egy kocsma, ugye? De hát bezárt. Micsoda fájdalom. Pedig éppen tejet szerettem volna vásárolni a kis közérből. Na hát, ez az épület egyébként, hogyha emlékeztek, ez rohadt ismerős lehet. Meg tudom nektek mutatni valahogy. Aha, ez a Grillbiznek a kocsmája. Na, át is váltok akkor csak, hogy lássátok. Szóval igen, ez az épület, ez teljes egészében pontosan ugyanaz, mint a korábban látott Grillbiz kocsma. Annyi különbséggel, hogy most nem találok róla a képet, szóval annyi különbséggel, hogy ki van satírozva onnan fentről a Grillbinek a neve, csak az S betűt hagyta meg, és mögé írt a szépen így Fieldstall-lal, hogy Sense. De várjátok, még keresek róla a képet. Grillby Snowden, hát akkor arra kiegyen. Hát itt valamennyi látszik belőle, de ez nem sok. Szóval így lenne alapból, de látjátok, hogy valamennyire látszik rajta, ez pontosan ugyanaz az épület. Na jó. Szóval igen, és egy bizonyíték arra, hogy Sense-et amúgy nem érdekli, hogy milyen időben, milyen játékban és milyen térben játszunk. Ő valahogy tud ugrálni ezek között, és ő így ilyen konstant dolog. Elfoglalt vagy holnap? Csak már szükségem lenne valami segítségre, nagyon király lenne, hogy hátulnál jönni. Itt élek a mellette lévő házba, tudod? Yes. Elég gyorsan válaszoltál. Ez nem jó, hát én itt teljesen idegen vagyok. Kicsit többet hezitálhattál volna. De hát nem kéne, hogy panaszkodjak. És tudom, mit fogunk csinálni? Vagy mit fogunk csinálni? Nem leszek ott. Miért nem leszel? Ez elég furcsa hangozhat. De ott lesz az én kis tesóm. És neki barátokra van szükségem. És köszi előre is, hogy majd haverkodsz velem. Szia! Na igen, ez meg pontosan ugyanaz a háza, mivel... Tehát mint hogyha megfogta volna és átemelte volna az Undertale-ből. Sans, igen, amúgy, vagy Sans, bocsánat, szóval mindig tudja, hogy mi fog történni. Ez is egy ilyen érdekes dolog volt bennem. Hop, hop, hop. Na jó, ez majd holnap. No response. Amúgy vége van a játéknak, szóval ezt nem tudjuk, mert ez valószínűleg a Chapter 2-ből fog kiderülni, ami actually holnap lesz, szóval. Hogy kerülsz ide? Nagyon aggódtam, hogy nem jössz vissza. Hova tűntél? Tehát skippelted az órákat? De ne aggódj emiatt, én egy nagyon király tanár vagyok, és nem foglak bajba keverni. Hogyha bármilyen szükséged van, csak szóljál. És mit keresel te szegény itt az utcán? Akartál valamiről beszélni? Flowers. Ó, hogy ezek a virágok? Ezeket az apámtól kaptam. Mindig kérdezi, hogy mi a helyzet a suliban, és mindig ad egy csokor virágot. Miért? Mindig ezen elgondolkozok, hogy ő szereti-e a királyképregényeket, amiket odaadtam neki. Egy szuperhősre emlékeztet az apám. Ő hatalmas, és bárkinek szét tudja rúgni a seggét. Na jó, mi a fele? Ezt én nem tudom hova tenni, ő hogy kerül szegényke az utcára? Kirúgták volna? Csak nem. Tehát Flávi, Sense és maga a játékos. Mint hogyha ők kilógnának ebből a világból. Ja, és az egész mindegyikhez hozzákapcsolódik Gester, akivel az elejéről beszéltünk. És nem tudom pontosan, hogy kapcsolódik mindenkihez, de valahogy, mintha mindenkinek köze lenne
hozzám. Tehát, hogy ilyen... Ez kavarja meg a legjobban a szálakat, ez az ember. Vagy nem tudom, embere egyáltalán a Gesture. Vannak olyan teóriák, amikor azt mondják, hogy igazából tulajdonképpen Gesture, Sans, sőt, Sans és Papyrus egyszerre. Mert hogy érdekes mondom, mindenkinek, akinek köze volt Gesturehöz, annak köze volt a True Labhoz is, ugye a laboratóriumhoz az Undertale-ban. Ugye Flávid az nem kérdés, hát ugye őt gyakorlatilag az Alphys hozta létre, így hát rajta keresztül ugye Ezreal is ugye ugyanaz. Sansnek meg rengeteg ilyen utalása volt, hogy ő már ismerte korábbról az Alphys-t, és hogy vannak olyan teóriák is, hogy igazából a jegyzeteknek, nem a napló bejegyzésének a felét, a True Labba, tudjátok, hogy 1-től 20-ig kb. Azt az egyik részét Sans írta. Mert érdekes módon a napló bejegyzések egyik része tök helyesen van írva, nagybetűvel, stb. A napló bejegyzések másik része meg kisbetűvel van írva, ilyen kicsit ilyen helytelenül. Pont úgy, ahogy Sans szokott írni. Szóval még ez is lehet egy opció, nem tudom, hogy őszinte legyek. A karesszel mindig egy nagy kérdés volt bennem, főleg így a Deltarune... főleg így a Deltarune-nal. Hát igen, mert a kara meg elvileg a Undertale-nek a sztoriában, pedig előbb jelenik meg, még mielőtt mi leérkeztünk volna, még mielőtt elkezdődött volna az Undertale játék, kara, ott már a múltnak a része. Ő is egy ember volt, aki leesett oda, de Kara valamiért egy nagyon gonosz ember volt, és én nekem úgy jött le a True Pacifist után, hogy Kara és a játékos az ugyanaz. Vagy Chara, néha úgy is érték, hogy Chara, de szóval maradjunk csak a Karánál, szóval... Igen, hogy ez a Kara, ez megmérgezte ugye az Asgore-t, el akarta pusztítani az emberiséget, tehát, hogy csupa-csupa rossz dolgot csinált. Ő felel tényleg mindenhol a népírtásért, és neki nem tudom, hogy mi volt a motivációja, célja és miért. De ugye, hogy ő meghalt, és egyébként elvileg, hiszen ugye úgy volt, hogy két gyerekük volt a Dreammoor family-nek, tehát, hogy Asgore-nak és Toriel-nek két gyerekük volt, az egyik a kis kecske, Ezreal, a másik gyerekük pedig, aki leesett ember hozzájuk, Kara. Csak ugye Kara meghalt, és őt az utolsó kívánságának, őt felvitte a felszínre azért Ezreal, hogy még utoljára láthassa a faluját és az aranyvirágokat ott a falujában. Csak én úgy tudom, vagy legalábbis ez így jutott el hozzám, hogy ezt is direkt csinálta, ő direkt ölte meg saját magát ez a Kara, hogy ezzel veszélybe sodorja, és megölesse a testvérét is, Ezreal-t. És így, ugye a kettőnek a lelke, hiszen az volt az utolsó kívánság, hogy Ezreal vigye fel a lelket, így kénytelen volt Ezreal beszippantani magába a Karának is a lelkét, és így a kettő így kombinálódott, és lehet, hogy ebből volt ez a gonoszság, hogy például Flávi is egyébként ennyire kegyetlen mindenkivel, tehát hogy így félig benne volt a Kara is, meg ugye aztán úgy volt, hogy félig emiatt a játékosban is volt, mint hogyha a játékos lenne egész végig Kara, tehát ez nagyon furcsa nekem ez a sztár, igen, ezt a részét, ezt teljesen én se értem, csak ilyen tippekből. Köszöntelek otthon, drága. Jól érezted magadat a barátoddal. Elkészítettem a pitét számodra, és készen van az ágy. Minden készen van, hogy jó éjszaka legyen, vagy mi. Tehát veszünk a pitéből. Továbbra, hűl ez a pita. Na. Jó éjszakát. Mennyi mindent nyert az Realme, meg semmit. És ez az az ending, amit először így néztem, és nem tudtam hova tenni, és nem értettem, hogy mi a tököm ez. Nagyon hasonló, mint ahogy zártuk a True Pacifist-et azután, miután kijátszottuk a Genocide-ot. Remélhetőleg ezt megtudjuk, hogy pontosan milyen jó ég akart ez itt lenni. Chapter 2-ből. Kivetültünk az ágyból. Erre is van persze teória, de hogy ez mennyire igaz?
és kitépi a szívét. Illetve nem biztos, hogy az ő szívét. Mert figyeljetek, becseszi oda, és látjátok? Ezt most én mozgatom azt a szívet! Én mozgatom a szívet! Mintha a játék karakterének elege lenne a játékosból. És kitépett volna magából minket. Ezt múltkor észre se vettem, hogy ezt a szívet én még tudom mozgatni. Mintha Chris megunta volna a játékot, mintha feleszmélt volna. Mi a tököm? Vagy csak egy szarémálom. Vagy csak egy szarémálom. Mindenesetre nem kapunk rá magyarázatot. Rendes magyarázatot ugye erre nem kapunk egészen pontosan. De ugyanakkor erre is vannak ötletek, elképzelések. Vagy ez copyrightozza? Ne, remélem nem már ezt, nem ezt a valót feltölteni. Szóval igen, hogyha a játékos tényleg így kapcsolódott a szíven keresztül ehhez a Chris nevű karakterhez, akkor ezt például megmagyarázná azt is, hogy miért volt az, hogy ott fel tudtuk vetni Undyne-nak, Alphys-nak a lehetőségét. Hát a Chris az honnan tudta volna, hogy Alphys-szal egyszer összejöttek egy másik idősíkon? Hát azért, mert azt a döntés lehetőséget, azt valószínűleg mi magunk játékosok adtuk neki oda, mint lehetőség. Amúgy ki is nyomta teljesen a játékot, szóval rip. Rip játék. Úgyhogy ja, ez lett volna a Deltarune. Ugyanúgy, hogy a Sunstain is egyébként mi magunk játékosok javasoltuk azt a Chrisnek, hogy amúgy, hello, mi már találkoztunk valahogy, Chris az amúgy nem tudta volna. Szóval így, na mindegy, hagyott azért még most is kérdéseket így második végigjátszásra is bőven, de hát ez már csak ilyen, ez az Undertale, illetve Deltarune-os sztori. Holnap folytatjuk a Chapter 2-vel, és kiderítjük még, hogy hát, ha esetleg még derül neki dolgoztál, meg valószínűleg évekig fognak jönni belőle a teori videók, meg ilyesmi. De azért értem, hogy miért van ilyen jó kis fanbéza a játéknak. Csak YouTube-on borzasztóak néha, pont így belelkesedve mindent képesek leszpoilerezni, úgyhogy nekem először majdnem teljesen is ment az Undertale-től a kedvem. Csodálkoztam is, hogy egyébként még egyszer nekivágtam, és aztán kijátszottuk, mert hogy úgy igazán meg szeretné és érteni a játékot, azt így a második, harmadik kijátszása után tudja csak az ember, mondjuk így a True Pacifist után. Szóval igen, azért jó volt neki még egy esélyt adni, és nem szabad hagyni, hogy a spoilerek elvegyék az embernek a kedvét. Viszont már nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, ez egy jó késői stream, most már lassan egy óra, úgyhogy tényleg köszi a mindent, hogy leginkább azt, hogy itt voltatok, de köszi a csíreket is, és köszi a szubokat is, mindent. Találkozunk holnap, úgyhogy addig is minden jót, emberek. Jó éjszakát nektek, sziasztok!